Mai vendégem plastikai sebész, or specialista. Beszélgetünk például a lélekigényelte beavatkozásokról, a közösségi média okozta divatplasztikáról, sőt, még az intim is. Vajon tényleg szükségesek ezek a beavatkozások? Megtudjuk. Itt van velem szemben dr. Kárász Tamás, engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Leventek klubja. Azonnal kezdünk. Szia Tamás, üdv a klubban. Szia, örülök, hogy itt lehetek. Ugye megbeszéltük az elején, hogy tegeződni fogunk, tehát hogy de. nem, nem tegezlek le, hanem ez ezt nyugodtan. leegyeztettük ezt a dolgot. Köszönöm, hogy itt vagy és tudunk beszélni. Szerintem nagyon érdekes és fontos kérdéskörről, Reményi. főleg a közösségi média idejében szerintem ez fontos kérdéskör maga a plastikai beavatkozások, illetve a szépészeti beavatkozások. Szeretném, hogy a gyerekkorodról kezd kérdezhetnének egy kicsikét, hogy hogyan is lettél a plastikai sebész. Gondolom gyerekkorodban nem erre vágytál, nem erről álmodtál, a plastikai sebész legye, ja, vagy de? Nem teljesen, az én gyerekrom az még ugye a szocializmus idejére esett. Tehát pont az életemre még akkor, amikor elkezdtem járni, az még a szocializmusban volt, tehát a gimnáziumi része, amikor itt megy a pályaválasztás, az még nekem arra az időszakra esett. Annak volt egy mai fiatal, ezt nem tudják nagyon elképzelni, de ott nem volt ennyi minden választási lehetőség, abban hogy mit csinál az ember. Jó tanulók azok vagy orvosra, mentek vagy jogra. Uh -huh. Tehát, hogy olyan nagyon nem volt ebben. Én nagyon sportoltam, kizlabdáztam Veszprémbe, meg eh, elég komolyan csináltam azt, de közben én nagyon jó tanuló is voltam, és akkor akkor ennyi volt. Eh, eh, a, ami pluszba jött hozzá, hogy most akkor jog vagy orvosi, hogy eh, valamire a biológia jobban érdekelt. Nagyon sokat olvastam eh, állatokról, az élővilágról, és elkezdtem azzal picit játszani, vagy szórakozni, hogy valamilyen témában többet tudjak, mint a tanár. Mm. És akkor ezt valami egy biológiába mentem bele, és akkor mindig azzal szórakoztam, meg latin szavakat, meg ilyeneket. Vagy szeretettek és a, én gyerek, a tanárok. Hát, igen, 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 igen. Aztán valamiért Na, annyira bunkó nem is álltam, biztos nem örültek neki annyira, de hogy én ugye ezzel egy picit játszottam gyerekkoromban. Nem volt testvérem, sokat sportoltam, de unatkoztam otthon, és akkor nagyon sokat olvastam, és ilyen szórakoztam. És akkor, akkor ennek volt egy ilyen Uh, hozadéka, hogy kitaláltam, hogy majd én ősember kutató leszek, mert hogy akkor az az, az semmi. Meg a nevét se tudták, hogy, hogy paleantropológus, nyilván meg a forszterfönök se tudta, talán a de hogy akkor ez így jól hangzott, és akkor elkezdtem egy könyvet írni ilyen, 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 gimis, első, hát, hát, második, hát, gimis, gimis, gimis. ez meg gimis voltam, azért nem picinek, az nem voltam egy nagy zseni, de hogy meg gimis koromban ez ment. És akkor annyi, annyi van ebből, hogy a, ezt tényleg utána néztem akkor is, és akkor paleantropológus az lehetett, aki elvégez egy orvos egyetemet, és akkor utána lehetett erre ráépíteni és akkor innen jött az orvosi étem és akkor a paleontropológia szépen kihalt, és akkor maradt az orvosi egyetem. E, orvosi egyetem alatt az oktatás az Magyarországon akkor még azért szerintem sokkal jobb volt, de ez nagyon elméleti síkú dolog. Nem kap semmi gyakorlatot, nekem nem volt a környezetemben orvos, nem nagyon tudtam erről semmit. Jó tanuló voltam, tanultam, de hogy mi lesz pontosan, meg hogy lesz, a férfiak vagy a fiúk szerintem lassabban is érnek, nem nagyon foglalkoztatott. És akkor hat év eltelt, Józi valahogy szumokomod elvegeztem egy életemet, nyilván sok szerencse is volt benne, de hogy nem volt úgy nagy képem, hogy mit csináljak, és akkor elkezdtem dolgozni, akkor az ember csomó mindent kipróbált, voltam bőrgyógyászaton itt ott és közben az alakult ki bennem, hogy nekem ez nem nagyon fog menni, hogy olyan szempontból betegeket gyógyítsak, hogy nagyon sokszor reménytelen dolog, rákosoknál, komoly betegségeknél nem olyan tud segíteni, tehát, hogy ez egy elég nagy teher nem is tudom elközelni, például mondjuk valaki, most a legdurvább verziót mondom, hogy gyerek onkológus, tehát gyerekeknek a rákjával foglalkozni egész életedben, hogy ez mennyire le tud téged terhelni. És akkor rájöttem, hogy ez a része nekem nem biztos, hogy fog menni, hogy mindig, mindig negatív dolgok vannak, beteg vagyok, rosszul vagyok, és igazából erről szól egy orvos élet, hogy ezt hallgatja. az nagyon jól tudjuk, hogy ami bemegy az agyadba, még hogyha nem is rád vonatkozik, az nagyon erősen fog rajta hatni, uh -huh. és akkor ezt rájöttem, hogy ezt valószínűleg én rosszul fogom kezelni, vagy nem ez, amit igazából akarnék. Ez volt az egyik része a dolognak, a másik meg az, hogy én azért viszonylag valamiért, nem tudom, ezt mindig ráfogjuk ilyen horoszkópokra, a mérlegek állítólag is én mérleg vagyok, nagyon szeretik a szép dolgokat. És akkor én is ez úgy nem volt tudatos, de úgy tényleg most is, és most nem csak a nőkre gondolunk, hanem tárgyakra, meg autókra, meg egy esztétikára. És akkor szerintem ez volt tudat alatt, ez így kijött, hogy akkor ne kelljen úgy effektíve betegségekkel foglalkozzak. Tehát három dolog orvos voltam, a régen nem volt divat, hogy akkor ez nem csinálom, és akkor átmegyek mondjuk jogra, vagy átmegyek közgazdászra. Ilyen nem jött szóba abba a korba. Kénytelen voltam az orvosi körön belül maradni, ne nagyon legyenek betegek, és foglalkozunk a szépséggel. Olyan túl sok verzió, nincs csak, csak plastikai sebészet. Akkor még nem volt annyira egyszerű történet, a mai képzési rendszerben valaki lehet egyből plastikai sebészet, nyilván mint minden orvosi képzésnél úgy van, azt nem tudom, hogy tudja mindenki, hogy van az orvosi életem, azzal igazából orvosi diplomát kapsz, de nem végezhetsz munkát, nem vagy uh -huh. semmilyen módon szakorvos. Az önálló munkát akkor végezhet valaki, hogyha szakorvos lesz. Tehát a szakorvos jelöltség, amit most rezidensnek hívunk, régen nem volt egy plastikai sebész szakorvos jelölt legyél, akkor úgy hívták ezt, hogy ráépített szakvizsga, el kellett végezni egy bármilyen más szakorvosit. Ez régen csak sebészet volt, mint traumatológia. Amikor én voltam, legalább annyi dolgok elkezdett változni, hogy elkezdték megengedni fülögégészetre, vagy gyerekgyógyászatra, vagy bőr bőrgyógyászatra. De egy picit lazult a rendszer. És igazából, amikor én elkezdtem, akkor még ez minisztériumi különengedélye volt, csak hogy nem erre a két dologra, tehát a sebészetre, meg a traumára. De akkor gondoltam, hogy ezt meg fogom csinálni, mert azt meg nem érdekelte, hogy az a sebészet, meg a traumatológia, hogy azzal kezdjek. Úgyhogy Uh, ott volt kapcsolatrendszerünk, és akkor voltak lehetőségeim, hogy sebészetre menjek, vagy fülolgégészetre. És ott volt egy nagyon, nagyon érdekes személyiségű professzor, vagy nem professzor volt, hogy forvos volt Pécsen a Honvéd Kórházban, és ott volt lehetőségem oda menni, és a hát sokkal érdekesebbnek tartottam. Egy nagyon nagy tudású ember volt, uh, mindent operált, fülögészként nem az volt, hogy mandula, meg, meg orsővény, meg ami, ilyen hanem ő agyba belement, a fejen keresztül kiszedte a szemüket, Én egy nagyon durva dolgokat. Ő kezdte, Ö, kenyeres tárgónak hívták, hogy legalább itt a nevét. Hát a daganatosoknak, <laughs> ja, hogyha értem. odáig eljutott, akkor nem kellett neki szemész enukleálni, dura oh. a, 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 daganat felterjedt a, a uh -huh. koponyába, akkor is ha elérte mondjuk az hátját, akkor ő nem ívott ideg sebész hozzá, nem kinyitotta, leszette, pótolta, visszarakta. Tehát ő nagyon durva dolgokat csinált az akkori kornak megfelelően. Nyilván ebben volt egy picit ilyen heroizmus is, tehát ez nem mindig vált az emberek javára, tehát volt fajta egyfajta ilyen ön, ön igazolása is, hogy ő nagyon, nagyon jó ebben, ilyen nagyon elég pici ember volt, de katonasság is volt, nagyon katonás volt, egy picit túl kompenzált ezt a részét. Szerintem, de egyébként anatómiában meg ebben nagyon-nagyon nagy tudása volt. Ott már voltak még az állami korban is elég sok plastikai műtét, az plastika, meg orr, meg amilyen fejemból csináltak is. És, akkor ezek felegondolom, ilyen égési sérülések, meg ilyesmi Az, az, az akkor az volt, de arra külön volt osztály, égés, plastika osztály. Uh -huh. Később ott is dolgoztam, mert a szakvizsgámhoz kellett, de először én fel, fülögészetre mentem, ott az fülögége fejnyaksebészeti osztály volt, ott inkább daganatok voltak alapvetően, fejnyaksebészeti daganatok, amik ilyen nagyok voltak, nyilván volt alapfülögészet is, mandula, meg ilyenek, de a, a bonyolultabb amit a tanár is végzett, ezek inkább a daganatoknak a műtétei voltak, meg ennek a pótlása. A rekonstrukciója, ami már valahol plastikai sebészet, az a plastikai sebészetnek alapvetően két van, és ez nagyon-nagyon más. Van a rekonstrukciós sebészet, az, ami égi és baleset, uh -huh. trauma, rák, ki kell vágni, ott majd egy nagy lupódolni kell, és van az esztétika. Uh -huh. Én csak esztétikai plastikai sebészettel foglalkozom, rekonstrukcióval, amíg állami kórházban dolgoztam régen, operáltam például a akiknek az órukat kellett operálni. Tehát egy picit benne voltam, de én alapvetően döntően most meg már szinte százszerékban esztétikai plastikai sebészet operálok. Tehát ezen a fülogége osztályon itt volt minden, de volt esztétika is régen, az, volt a, az nem volt a jellemző, mert az a szocializmusban azt szerintem majdnem tiltották is, hogy esztétika az egy ilyen, ilyen kapitalista dolog volt, hogy valakit megoperálnak. Minek az? szép legyen, meg mellé legyen, meg óra egy nőnek, minek. Nyugodtan lehet nagy kamposorra, meg mellé élni. Tehát, hogy ez egy üldözött dolog volt, abba azért ment valahol fű alatt, de a felszínen ez rekonstrukció volt, alapvetően égésérbeszéti osztályok voltak, meg rekonstrukciós osztályok, de azért, hogy volt benne egy pici plastika, ott kezdték el de ez a rendszerváltozás után gyorsult föl, és akkor lehet ez külön ág jobban, és akkor terjedt el önmagában is, és ez nyilván ment a privátban, mert az állami szektorban nem tudták beépíteni, hiszen ők nem betegek ezek mm. az emberek, még hogyha lelkileg azt is gondoljuk, hogy nagyon sokszor igen, nem mindenki egyáltalán, egy ideális eh, esztétikai úgy ez egy az nem lelki beteg, van egy objektív dolog, ami nem szép, és hogy neki jobb lesz a tőle, de nem lelki beteg. Mm -hmm. Az igen. itt nagy kategória, mégis ezeket lehet keverni, és ebből lehet uh, félreértés, hogy tényleg vannak uh, betegek, a pszichés betegek, tessék, az avarosok, meg annál sokkal durvább pszichés dolgok is, ott ott szinte biztos, hogy nem fog segíteni egy műtét. Mm -hmm. Tehát, hogy a, a plastikai sebészetnek ez, ez új része, hogy a pszichés részével sokkal többet kell foglalkozunk, mint eddig. Ez valamikiről látszik nagyon, jönnek például be fiatal lányok fekete haj, fekete ruha, és akkor így beszél, nem néz bele a szemedbe. Még azt tudjuk, hogy, hogy, ott komoly problémák vannak. De valaki viszont nem látszik ez. Akartam is kérdezni későbbiekben, de akkor most idehozom, hogy szerinted a mai világban az, hogyha mondjuk valaki mehessen plastikai műtétre, vagy esetleg egy esztétikai beavatkozásra, nem kellene mondjuk pszichológusi véleményhez kötni? Tehát, hogy ő, ő tisztában van az, hogy mit csináltat magával, az nem feltétlenül visszafordítható a jövőben, nem kéne ezt valahogy így valamennyire befolyásolni, vagy valamiféle szűrő alá tenni? De biztosan a mai világban is elméletleg lenné kéne szűrőnek, a plastikai sebész szűrőjének, de hogy ez nem mindig elég. Nálam van, vannak pszichés tesztek, inkább az én képre meg a depresszióra vonatkozó pszichés tesztek, azok számok, azt nagyjából látjuk. Nyilván, amiről beszéltem, hogyha valaki ennyire egyértelműen látszik, akkor azt nyilván ki lehet szűrni könnyen, és hogy nyilván az a plastikai sebészek, még hogyha nem is anyagi megfontásból, de nézből, egy beteg embert oprálunk, az nem is szabad nyilván, de hogy azzal tudjuk, hogy sokkal több baj is lesz, és nincs semmi értelme, akinek egy pici, pici rálátása van, az nem megy bele ilyenbe a saját maga miatt is, nyilván első a páciens, de azért az ember saját magának nem csinál bonyodalmat, mert ezekből van a legtöbb bonyodalom. Egyébként ez is ide tartozik a témához, de hogy amit így, amik így számok meg megdöbbentőek, én amit olvasok, vagy amit, amit, amit tudunk a netről, hogy a világon, Magyarországon nem volt ilyen, de hogy három, három vagy négy, de három, négy plastikus gyilkoltak meg. Mert nem tetszett Két a szakma, Igen, igen <laughs> nagyjából. Két szakma van, ahol ez jobban előfordul, nyilván a pszichiátereknél, ott azért igen. ott is van, ott van, vannak olyan technikák például a pszichiátriában, hogy érzelmeket váltanak ki a páciensből, Tehát, ha ott van ilyen technika is, hogy őt szeresse, és akkor utána, utána hogyha ezt, ez, utána megszűnik, vagy valami, ott nagyon durva lehetnek. Tehát olyan viszont olyan tudom, hogy Magyarországon volt, hogy megöltek pszichiátert a páciense plastikus nem tudok, de hogy ezen belül még érdekesebb, és nyilván mivel én speciálista vagyok, ez rám jobban vonatkozik, hogy ez mind orplasztika volt. Nyilván az nagyon egyszerű, mert a fejünk közepén ez nem ugyanaz. Most a mellünk egy picit így a ruhába, ez az, az az elmegy, de ami a fejünkön van, mindenki látja, mindenki kommentálja, mi folyamatosan látjuk, ezért sokkal nehezebb ez a része, ez dolog, hogy technikailag nehéz egy orplasztika, a többi műtőhez képest is, de másért pszichésen is sokkal nagyobb, komolyabb következményei vannak, vagy lehetnek. És a másik, hogy ez mind férfi volt. Tehát a férfiaknál nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy ez nyilván az, hogy a szépség az, egy, az életnek a része, azért a nőkre sokkal jobban vonatkozik, mint a férfiakra. Nyilván ez mosódik mosódik össze, mert ha a férfiak is meg tudnak abból élni, hogy jól néznek ki, akkor utána ez picit össze fog mosódni, de hogy ez alapvetően nőkre, és a férfiaknál ezért a plastikai műtéteknek a megítélése, meg hogy mit, hogy kezelnek, az a sokkal érzékenyebb terület. Tehát, hogy ez három férfi volt, aki meggyilkolt, orosz, kínai, meg nem tudom, még kicsoda. Hmm. Úgyhogy ebből látszik, hogy ez mennyire, mennyire, mennyire érzékeny dolog. Miért éppen az orr? Azért, mert az a legnehezebb, és neked ez kihívás volt, vagy pedig igen? Nem, nem teljesen. Azt hittem. Nem, nem, nem. E, akkor visszatérünk oda, amit nem fejeztem be, hogy fülögége osztály, meg sebészet, hmm. és ez fülögége osztály volt. Azért alapvetően az orplasztikánál az alap, az orsövény majdnem mindig azzal dolgozunk, onnan veszünk ki anyagot, azt visszarakjuk nagyon sok Tehát ez egy alap ahhoz, hogy orpasztikát csinálj, ha valaki mm. jó fülög e, Valahol ilyen képzés is van, um, valahol azért nem, de hogy a lényege ez, és ez nekem nagyon sok segítség volt ebben, hogy ebbe az irányba induljak el. Ilyen, ilyen kurzusokat is láttam, utána dolgoztam Pécsen a Frögel klinikán, oda egy holland professzor járt, és egyedül Magyarországon ő tartott ilyen plastikai kurzust, ami még akkor nem kellett elmenni külföldre. És akkor ővel asszisztálhattam, és bemettem a műtőbe, tehát személyesen láttam. Tehát volt hozzá alapom, plusz, amit mondtam, a másik munkahelyem, ami a Honvéd Kórház volt, ott nagyon sok, úgymond fű alatt, orvosi címszó alatt, vagy műtét alatt operált a plastikát, már orvplasztikát. Uh -huh. A osztály volt, a torpastika volt, több. Tehát ezt én láttam külföldi mintákat is, meg ott is, az osztályon, és akkor ezért mentem ebbe az irányba. És az egy dolog, hogy tudtuk, hogy ez nyilvánvalóan ez nem volt annyira tudatos de hogy azért az, 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 lehet tudni, hogy orrplasztikát a plastikai sebészeknek egy relatíve kis százaléka végez. Ez régen nem volt divat ez a specializáció. Az én, amikor kezdtem, akkor ott is minden, mit minden plastikai aki, aki egyáltalán operált. De hogy a mai világ már inkább specializációról, vagy útros specializációról szól. Nyilván ennek is van hátránya, mert hogyha nagyon leszükülünk, akkor nincs egy összképünk. Úgyhogy azért ebben is van hátrány, de például Amerikában most jellemző, hogy valaki csak másodlagos orpasztikát csinál, tehát ami már úgymond el van rontva, vagy csak etnikai orpasztikát. Nem az, hogy orpasztika specialista, azon belül is csak egy dolgot. Ahol uh -huh. nagy számok vannak, ott nyilván ez könnyebb megtenni, mert Amerikában nyilván sokkal több műtét van, és ott lehet, de ott igazából már útraspecialisták vannak, vagy csak olyan műtétet csinál, aki gasztik bypassot, nagyon sok kövér van, az, az a műtéti megoldás az elhízottakra, és csak azt az egyfajta műtétet csinálja egész életében. Nyilván ennek óriási előnye, hogy nagyon nagy műtét száma lesz, nagyon nagy rutinja lesz, nagyon gyorsan. Mert hogy azért tudni kell, hogy azért a plasztikai műtéteknek a nagy része, sőt majdnem mind, azért, azért dolog, hogy megtanuljuk, de hogy x darab kell ahhoz, hogy ezt jól csináld. A gyakorlat. A gyakorlat, jelen. igen. Az Persze. hiába tud róla valaki elméletbe. Ez annyira azon múlik, hogy utána lásd az egészet, hogy hogy van, és a sokszor lásd, is. mivel mindegyik szinte más, szinte, szinte nem is lehet ez, de azért 500 után sokkal jobban operálsz meg ezre után, mint 50 után. És ilyen műtéti számokat hozni, ami után nagyon nagy rutin van, sok műtéti típusnál, valaki elkezd mindent operálni, nem is lehetne félbe az időtbe. Tehát az az igény szint, ami ma, ma már van, és majd biztos erről is beszélünk, de az Instagram generálja ezt a részben, ezt a, ezt a maximalizmus, meg perfekcionizmust, mert ott minden, minden tökéletes. Ilyen szintet közelíteni is egyáltalán, csak úgy lehet, hogyha egy adott műtéttipussal foglalkozik töntően egy orvos, vagy nagyon kevés műtéttipussal. Az orrműtétekkel kapcsolatban vannak terjengő legendák, hogy például három-négy műtéten túl már leesik az orr. Ezek igazak? lehet ilyen is, az, hogy leesik olyan az alapvetően. Nincs. A legdurvább szövődmény az olpasztikánál az az, hogyha a keringés annyira károsodik az orna szöveteinek, hogy egyszerűen elhalnak. Ez a típusos Michael Jackson story. Ezt az emberek nem nagyon tudják, mindenfajta verzió kering róla, de neki elég sok orpasztikája volt, és ő eljutott ide, tehát neki már nem volt orra. Ez valószínűleg nem egy szándékos dolog volt, ha bár nálam még az is elképzelhető, hogy szándékos jutott el, mert egy vastag bőrös orból olyan pici orrot, mint ami az ő agyában volt, hogy ilyen pánpéter Péter jellegi orrot szinte nem is lehet csinálni. És akkor, hogyha kvázi csonkoltatta magát tudat vagy tudatosan, ezt nem tudjuk, hm. utána a műanyagból gyártanak protézist, vagy mint bármilyen más rekonstrukciót, abból bármilyet lehetett csinálni. És akkor abból volt neki a jeliszekvényében pár darab, és azt mindig reggel felrakta a smink, és nem a látszódott. És ő itt tudta legjobban megközelíteni, amit, amit ő el akart. Ez nagyon beteg, de remélhetőleg ez nem szándékos volt, és nem tett ilyet plastikai sebész, de hogy ez így megtörténhet. De nyilván ez például a kokainnál is van, ez nem csak műtéti úton, a kokain az egy nagyon erős anyag, az uh -huh. azt használtuk is érzéstelenítőnek, meg régen, amíg ez nem terjedt el, mint drog, most már nem engedik, mert hogy nyilván mm. ne használnak, mondjuk pont a főegészek használtak ezt orba nyálkahátya szűkítésre, meg de hogy az olyan erős nyálkahátya szűkítő, hogy aki tartósan 5-10-20 év alatt nem mélységben használja, hogy amikor használja, összeszűkülnek az ereje ott, és akkor az, az annyi idő elég ahhoz, hogy álljanak a szövetei. Tehát ma már ez majdnem gyakoribb, vagy olyan, hogyha valakinek daganat miatt le kell vágni az orrának egy nagy részét. A például a napnak nagy jelentősége van a, a naprendi védekezésünk az a, földnek, az ózó réteg egyre vékonyodik nagyon sok helyen, és emiatt nagyon sok bőrrák alakul ki, és amíg az órunk áll ki, meg az arcunk a legjobban, ennek egy nagyon típusos helye bazalioma, vagy valamilyen ráknak az arcunk, meg, a, meg az órunk, és emiatt van például sok ilyen műtét. Egyébként, hogyha itt tartunk, akkor a plastikának, az orplasztikának a legeleje az ide vezethető vissza, nem teljesen a, a, a naphoz, hanem ahhoz, hogy Indiában a, a lopást azzal büntették, hogy levágták az órukat ezt több ezer évvel mm. ezelőtt. Nem a kezüket, az orrukat? Nem, az orrukat, Igen, igen, az órukat És akkor arra volt egy külön kaszt, aki ezt helyrehozta, és az akkori körülmények között, amit szörnyű volt, de meg tudták csinálni, úgyhogy Európában még nem volt ilyen, hogy a homlokukból vágtak egy darabot, azt leforgatták ide, úgyhogy a nyelét ott hagyták, mert az ereknek meg kellett benne maradnia és akkor vártak két hónapot, attól el lehetett vágni, mikor már belenőttek az ödek lentről, ezt hívjuk indiai lebenynek. Ez volt az első úgymond orpótlás, orplasztika szerű dolog. Elég horrornak hangzik. E igen, 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 de azok az embereknek, akinek nem volt orruk, ez most így kapcsolódik össze ez a Michael Jackson sztorival, meg elhalással, ott ez egy büntetéskép volt, és ez egy stigma volt nyilván, akinek le volt az orra, az mindenki látta, hogy ő lop, Lopult vagy az ember. Tehát nem az volt, hogy volt egy priusza, vagy volt valahol egy egy tetoválás, hanem az arcok közepén volt, nyilván gondom ezért is vezették be, mert annyira, annyira akarták ezt büntetni, de hogy utána ezekre az emberek nem lehetett mit csinálni, még hogyha ha normális útra is tértek, és akkor volt ez a műtét, és utána meg az 1800 es években egy angol, hát nyilván az angolok sokat voltak Indiában, meg az ő gyarmatuk is volt, és ott látták ezt meg, és az egy angol csávó ez az egész torét. Nyilván ez nem teljesen plastik, ez a rekonstrukció része, de az orhoz, or or orrhoz, mint plastikai műtét, az, az itt innen ered térjünk át akkor egy kicsit így a, 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 lelkisebb kérdésekre. Engem az érdekelne, hogy téged, vagy nálad mi a szépség? Tehát, hogy mi az, amit te szépnek tartasz egyébként emberek esetében akár? Mennyire viszed be a saját ízlésedet a munkádba például? Gondolok itt például arra is, hogy a, még az én fiatal koromban sem volt például elterjed a plastikai sebészet, ugye nem is volt jelen a, a társadalmunkban, és teljesen más láttunk szépnek, mint amit a mai világban az emberek szépnek tartanak, mondjuk pont az Instagram világ ott nézve. Tehát, hogy mi a te mércéd, mi az, amit te szépnek látsz mondjuk egy nő esetében? Nyilván a szépség ez egy nagyon szubjektív fogalom, ugye? Ez innentől nehezedik a sztori, hogy, hogy ezt mindenki máshogy látja, és ez teljesen normális is, mert hiszen mindenki ugyanazt látná szépnek, akkor, akkor elég egy lenne a világ. Ennek ellenére viszonylag megyünk ebbe a vonalba. Azért, mert annyi információ van, és annyi, annyi vizuális dolog ér minket az Instagramon, meg a social médián keresztül, hogy ahogy régen mondjuk szépnek gondoltuk egy színésznőt, és akkor egy évvel látok egyszer egy filmbe, vagy, a, vagy egy újságban volt egy cikk a ahelyett most kapunk napi ezer képet Instagramon, hogy az a szép, és ő, jó, jól él abból, és sikeres, és akkor magyarul ő a szép. Tehát, hogy ezen keresztül sokkal-sokkal erősebb inkább, sokkal több ér minket, és ez egy picit, picit egy a dolgot. De filozófiai szinten azt, ez a filozófiai meghatározás, minden szép, ami érdek nélkül tetszik. Tehát magyarul ez a Bármi lehet szép, ugye? Ebből következik. Ennek ellenére a szépségnek szerintem, vagy nem szerintem, ezért ezt nem olvastam így leírva, ha bár sokszor beszélünk erről konkrétan, de ennek van egy mély biológiai értelme. És a szépség az lefordítható arra, hogy a fenn kell tartsuk a fajt. Ha amit most szépnek látunk, azok mind visszavezethetők azokra a dolgokra, ami egészség, és hogy nemzőképesség. Uh -huh. e, majd mondom a konkrét példákat. A, az, hogy valaki egészséges e, és nemzőképes, az a másodlagos nemi jelegeket ki kell alakulni, ameddig nem vagy nemzőképes, ugye? Így van. E, az férfiaknál izomzat, vál, keskeny csípő, nőknél meg mondjuk cici. Uh -huh. e, tehát, hogyha ezek megvannak, akkor utána, ha már valaki nemzőképes, annál könnyebben egészséges utódot létrehozni, akkor tud, ha minél fiatalabbra. A nemzőképesség után, ahogy elkezdünk öregedni, nyilván most az extrém nézzük, akkor 50-60 évnél már nem is lehetséges nagyon, csak mesterségesen, de hogy amíg a szervezetünk a legfiatalabb, de nemzőképes, akkor tudja a legkönnyebben ezt produkálni, hogy egészséges nagyszámú utódot hozzon létre. Tehát a másodlagos nemi jelegek megnézése mellett nézzük azt, hogy fiatal legyen az adott egyén. És a fiatalságnak a jellemzője, amit most tartunk, az, hogy ugyanaz nagyjából, mint egy baba arcát nézzük. Uh -huh. Nagy szem, nagy száj, pici orr. Ez a nőkre vonatkozik elsősorban. De a férfiaknál is nagyjából ez van. Tehát ha ezt a kettőt összeakjuk a másodlagos nemi jellegeket, és a fiatalságot, akkor nagyjából ezt tartjuk. Meg az egészséget vegyük úgy akinek szép a bőre, szép a foga, szép a haja, sok haja van, tehére foga, nincsenek hibái a bőrén, azt a lehet az fordani egészségre, igen. És még egy dolog van, ez egy még mélyebb sztori, a szimmetria például, az pedig valahol korrel a genetikai egészséggel. Egy ember minél szimmetrikusabb külsőre, most nyilván a megint a másik végéből lehet kiindulni, hogy akinek nagyon rossz a genetikájuk, mindenfajta betegségeik vannak már, mint genetikai, most nem akarok konkrét példákat mondani, azok általában nagyon nem szimmetrikusak, vagy nagyon nem a mostani ideálnak felelnek meg. Ennek az ellenkezője is igaz, uh -huh. hogy elméletik egy ember, aki nagyon szimmetrikus, annak a genetikája, a genetika gényei összességében sokkal jobbak, mint aki nem szimmetrikus. Ezt a, ezeket a dolgokat összerakjuk, akkor ebből igazából kijön egy mostani szépségideál. Erős másodlagos nemi jellegek, nőknél nagy cici, most már nagy popsi, vékony derék, ez egy picit nem annyira tartozik ide, de hogy nyilván az attól még kontrasztosabb minden, tehát az meg legyen. Jön a fiatalság, nagy szem, nagy száj, kicsi orr, és jön a szimmetria. Uh -huh. És hogyha ezt egybe rakjuk, akkor igazából majdnem mindig ez volt a, a szépségideál, ez nyilván korral azért változik, és nem csak korral, hanem, hanem, hanem kvázi társadalmi pozícióval is, erre mondok meg egy nagyon egyszerű példát. Abban a korban, mondjuk 200 évvel ezelőtt, amikor a szegények alapvetően földművelésből éltek, és egész nap kint voltak a napon, akkor az volt a gazdag, akinek ezt nem kellett csinálni, és tudott egy napernyővel járkálni, mondjuk az angol arisztokraták, az volt a szebb. Fehérbőrű. Fehérbőrű, így van. És akkor aki viszont nem tudott, és egész nap ott volt, az nem. Most, az Ázsiában most is ez van egyébként, ott nagyon vigyáznak, hogy legyenek sötétbőrűek, mert hogy az egy ilyen alantosabb dolog, ilyen nap a süt a nap, akinek van pénze, de foglalkozni, mert tudja magát takarni, meg nem kell ki a napon, azok a gazdagabbak. De ennek a fordítottja mondjuk a 70-80-as évek Amerika vagy Európa, ott meg mi történt? Az emberek gyárba voltak, a szegények, nem érte őket nap, a gazdagok azok tudtak utazni, egy tudtak utazni bárhova, Maurit bárhova, napérte, és ott a jó jött ez a barnulás, akkor jöttek be a szoláriumok, mm -hmm. meg minden. Tehát, hogy az, hogy hol élünk, meg a milyen korba, azért ezt az alapokat befolyásolja. De hogy alapvetően ez a lényeg, és ez nem nagyon-nagyon nem nagyon változik. Azért is kérdeztem ezt, mert én azt látom most a lányokon, egyrészt, hogy, hogy egyen arcuk lesz, tehát hogy valójában nem azt csinálják, hogy a saját adottságukhoz mértem próbálják tökéletesíteni a szépségüket, hanem filter, át, tehát általános filtert, amit mindenki tud használni tulajdonképpen a fészapon, mondjuk a képein, azok, azokhoz hasonló arcot szeretnének maguknak csináltatni. A másik pedig az, hogy azt látom, hogy nem is annyira mondjuk a párkeresés miatt, történnek ezek a beavatkozások, hogy még vonzóbbak legyenek mondjuk a férfiak szemében, hanem sokkal inkább azért, hogy, hogy a saját nemüknek megfeleljenek azoknak az elvárásoknak, amilyen közökben közegben ők élnek, vagy amilyen közegből ők szeretnének tartozni. Igen, ez nagyjából így van, és ez teljesen igaz. Az a rossz ebben, hogy a biológiai variabilitás az sokkal szélesebb, mint amit műtétnél el tudunk idézni. Hm? Hogyha Ha műtünk valakit, és több műtétje van, akkor tényleg nagyon hasonlóak lesznek. Egyeket az, az valit, hogy mondjuk visznek uh, fészapolt képeket filterezve, és azt mondják, hogy ezt szeretnék elérni a valóságban is? Éket általában ha hoz, ha nem, akkor is ezt akarja. karja Tehát nyilván a, a, az Instagrammal, meg a social médiával az legnagyobb baj, hogy még régen egy szépség ideál az egy nagyon távoli kép volt. Tehát volt egy színésznő, akit mindenki gyönyörűnek tartott, és ahogy már előbb is mondtam, egy évben egyszer látták egy filmbe, valami újságban, sok kirakasztotta, maximum kiragasztotta a pósterét és nézte, de hogy ez egy nagyon messze dolog volt, megfoghatatlan volt, nem érezte azt, hogy lehet, hogy olyan egy átlagember valahol a világban. Ma ennek az ellenkezője van, saját magát hasonlít magára, olyan, mintha ő lenne, egy filterrel magából csinál egy, egy olyan dolgot, ami közel van hozzá, de mégse lehet elérni. Tehát amit a filter csinál, hogy arányokon változtat, például szemet nagyobbít, nem, nem van olyan plastika, amivel lényegesen lehetne szemet javítani. Nyilván rálóg a szemhíjunk, akkor az, hogyha kivágjuk, az például tud optikailag valamit javítani, de a szem objektív méretünk nem lesz nagyobb. Száját tudunk nagyobbítani, oda tudunk kisebbíteni, de például szemet nem tudunk javítani, ö, nagyobbítani, és ez egy nagyon lényeges része például a filtereknek, a szem nagyobbítás is teljesen máshogy fog kinézni. Ugyanaz az ember, minden ugyanaz, csak a szeme sokkal nagyobb. De ezt nem tudjuk megcsinálni. Viszont mivel megfogható, és közel van neki, és könnyű elhinni magadról, mert te vagy ott, hasonlít rád, és nem egy idegen ember a világ másik felén, mint szépségideál, ezért ez nagyon-nagyon keresítje az embereknek a tudatát, a lelkét, a mindent. Hogyha először elhiszik, hogy el lehet érni, mert a másik, amit az Instagram csinál, hogy úgymond sikeres lányok, sok pasztikával, azt hitetik el a világgal, hogy ők a pasztikai műtétek miatt lettek sikeresek. Ebben nyilvánvalóan két becsapás van, általában nem sikeresek olyan módon, ahogy megjelenítik, csak nyilván az Instagramon csak a jó része van az életünk, nem ez arról szól, hogy a lelkünket azzal nyugtatjuk, hogy másokkal elhitetjük, hogy milyen boldog vagyunk, miközben lehet, hogy teljesen rottyon vagyunk. De valójában a szépségtől boldogabb tud lenni az ember szerint? Tehát Biztosan. hogyha, hogyha alakul vele a, a, a külseje. Azért is kérdezem, mert azért a való életben, akik nem nyúlhatnak a magukhoz, a arcukhoz, a mellükhoz, ők is találnak párt maguknak, és ők is akár boldog kapcsolatot tudnak élni az életben, nem? De abszolút. Itt a kérdés a, a fejünkben mi van. Mm. Ö, azért azt lehet látni, hogyha valakinek egy reális problémája van esztétikailag, mondjuk egy a legegyszerűbb példa erre, ami, ami, ami nagyon triviális, de hogyha egy fiatal lánynak nincsen cicie, ez igazából egy picit nekem nem esztétika, mert hogy az ugyebár nőiesség. Azért egy dolog, hogy szépnek is látjuk, de én amennyire látom, és én nagyon-nagyon sok ezer hölgyel végmentem ezen, hogy látom, hogy mit gondolnak, meg végbeszéltük, hogy egyszerűen nem érzi magát nőnek, mert nincsen cici. És ez egy normális dolog. És hogyha ezt meg tudjuk adni egy, egy, egy műtéttel, akkor neki más élete lesz, más ember lesz, teljesebb élete lesz önmagában ez lehet, hogy nem fogja megoldani, hogy boldog legyen, ha valami egyéb más problémája van. Minden nem lehet ezzel kompenzálni, de hogyha alapvetően nincsen más baj az életében, és ezt meg megoldjuk, akkor egy teljesen másik világba fog kerülni, és ez igaz mondjuk egy nagyon csúnya orra is. Ennek ellenére nyilvánvalóan ez önmagában nem megoldás mindenünkre, és a nagy probléma az az, a mai világban, hogy az Instagram pedig ezt sugalja hogy ez megoldás, és ez abszolút nem igaz. Érdekes, amit mondasz, mert pont azon gondolkodtam, hogy még a plastika kezdetén is az, hogy a mellét valaki megműtette, az egy teljesen elfogadott dolog volt, tehát és senki nem kötött bele. Valamennyire tabu volt, amikor az arcához nyúltak az embernek, vagy pedig botokszolták, vagy ilyesmi beavatkozás volt, de hogy most már ez sem tabu, tehát hogy igazándiból mindenki nem mindenki, de sokan, tehát hogy a többség felvállalja azt, hogy hozzányúlnak az arcához. Ez a fajta ilyen tabuvesztés, ez szerinted minek köszönhető? Ugyanúgy a közösségi média elharapózásának? Részben, meg hát megyünk előre. Mindig egy picit előre megyünk, akkor mindig előre fele fog menni. És hogyha ha valaki, ez egy jó személyen is megfigyelhető, meg egy folyamatnál is, hogyha valami sikeres, akkor keressük a következőt. És ha jó sikerült a cici műtétünk, akkor megyünk tovább. És nyilván a fej, ahogy az arcunk, azért érzékenyebb dolog, mert az az én képünknek sokkal fontosabb része. A testünk, vagy egy női test, meg végképp, de egy férfi is nagyon sokat változik a nőknél. A szülés, szoptatás, hízás, fogyás teljesen más lesz öregedésre korral. Az arcunk sokkal kevésbé változik. Egyrésztről, másrésztről az arcunkkal ezért is sokkal jobban azonosítjuk magunkat. Tehát az pszichésen sokkal mélyebb dolog, ezért is sokkal bonyolultabb egy orpasztikának a pszichés része, illetve bármi már csinálunk az arcunkkal, sokkal bonyolultabb, mint ha a testünkkel végeznénk ezt. És ezért nyilvánvalóan valószínűleg tabu volt, mert hogy, hogy, hogy az arcunk az még még sokkal durvábban érinti a, a lelkünket, meg az egész ö, ö, életünket, hogy azt átalakítjuk, mint a testünk, de egy folyamat elkezdődik, és ebben sok pozitív dolog van, akkor át fog terjedni lehet, hogy van olyan határ, sőt, biztos van olyan határ, amikor túl fogunk lőni a célokon, ahogy most is lehet már. Azért dolog, hogy fejet operálunk, de hogy hogy, meg mint, abból lehetnek problémák. Mi a tapasztalat nálad, hogyha mondjuk valaki elmegy egy cici műtétre, vagy egy orrműtétre, akkor ő megelégszik azzal az egy műtéttel, vagy elindul a lavina, és újra visszamegy hozzád valami másik problémával, amit meg szeretne, korrigáltatni szeretne mondjuk így. Itt külön kell választani a pácienseket, amit már eddig is érintettem, akinek teljesen épp a lelke, az meg fog állni ott, ami realitás. Tehát, hogy ha valakinek több problémája van, az óra mondjuk mellett, hogy nem szép az óra, így áll a füle is, akkor ő nem fog megállni, mert mondjuk az oropasztikája jól sikerült. És akkor lesz fülpasztikája is. De ebbe igazából semmi rossz nincsen, mert egy reális dolgot lát, amit reálisan jól meg tudunk oldani. Tehát, hogy itt keverjük ezeket a dolgokat, hogy ezzel igazából semmi nincs, ha valaki olyan módon csináltat következő műtétet, vagy akár harmadikat is, ami reális oka van. Mert ha neki tényleg azzal volt baja, nincsen cicije, nagyon nagy lógós kampus óra volt, és nem állt a füle. Ez a lány, vagy ez a hölgy egyre boldogabb lesz, és jobban fogja magát érezni. A másik verzió, akinek van valami lelki problémája, az folyamatosan, az ha azt nem tudja megoldani lelkileg, akkor és valamiért belehúzza magát ebbe, hogy ha szép lesz és valami jó lesz és változik, akkor ő boldog lesz. De ez nem igaz, mert ezért nem. Még ha van is valós, ott, ott is megint van két dolog. És a becsapósabb része az az, hogyha ha valakinek van lelki problémája, de van tényleg testi, és is. A plasztikai ezt nem mindig látja. Tehát hmm. tényleg oda is van egy nagy kampos orra akkor akkor azt nehéz nagyon szűrni, meg fogjuk operálni, utólag nagyon egyszerű lesz, mert a sokkal szebb órával se lesz boldog, mert a lelki dolga uh -huh. nem oldódott meg. És akkor olyan az, hogy nem sikerült, ez ez az amaz, miért nem itt még egy milliméter, semmi köze is, mert az a szépséghez, de sose lesz a lelki dolog miatt elégedett. És utána vagy az óriakorigáltatja, vagy hogyha abba elfelad, akkor megint talál valamit, ami hülyeség. Tehát a lényeg az az, hogy ha egy reális, külső szemlélő, nem ez szakember, hát most azt látjuk, hogy valakinek tényleg áll a fülei zavaró, vagy nem, vagy az orra milyen, vagy nem, de egy reális külső szemlélő számára is egyértelmű problémát operálunk, abból nincsen baj. Amikor nem ez történik, abból van baj, de ennek általában lelki ok az alapja, hogy utána ebből baj lesz. Ugye a mai kor egyik vezér mondatta, hogy fogadd el magad. Szerinted hol van az a pont, amikor az ember már nem kell, hogy magán dolgozva, lelként dolgozva elfogadja a külső adottságait, hanem mondjuk forduljon szakemberes segítségért, hogy korrigálják az ő külsejét. Nyilvánvalóan ez, egy, ez mindenkinél más, és ennek belülről kell jönnie. Ha valakibe feszültség van emiatt, akkor azt nem tudja elfogadni magát, hiába mondják. Lehet, hogy egy lány, mondjuk egy van egy 1 mm-es pupja az órába, bocsánat, sok orvos példát fogok mondani, kevésbé tudja ezt elfogadni, mint egy nagyon-nagyon csúnya orulány. De ők egyediek, más az agyuk, máshogy van behúzalozva, máshogy nőtt föl, máshogy szólt az anyukája. Hmm. De ha van egy reális dolog, akkor lehet, hogy neki az egy puplevétele, még hogyha egy külső szemlélő számára ez egy hülyeség is volt, mégis jót fog tenni. Miközben az, akinek nagyon csúnya az orra, úgy nőtt föl és úgy alakult az élete, hogy neki ezzel semmi baja nincsen és ő azzal el tud és élni nagyon jól. Is, rögtön nem is csúnya. Valójában. És rögtön nem is csúnya, mert nem azt számít, hogy csúnya vagy nem csúnya, hanem hogy hogy látod magadat. Ez hm? Tehát semmi közel, hogy a plastikai műtétnek is, amit ami ez megint az új dolog és a pszichés részéhez közelítünk, hogy a plastikai műtéteknek a pszichés részével kell egyre többet foglalkozzunk, mert ugyebár ezt nem gondolja senki végig, sokszor a plastikai sebészek se, én sem gondoltam végig a, a pályámnak az elején. Azt gondoltuk, hogy valami csúnya volt, szép lesz, sikerült a műtét egy ponton sikerült a műtét igazából, hogyha a páciens előtte valamiért rosszul érezte magát, nyilván a külsejéhez kötődő miatt szorongása volt, nem ismerkedett, gátolta az életében, és utána megváltozik a lelke olyan mértékben, hogy ezeket a gátlásait, szorongásait elviszti. És teljesen mindegy, hogy sikert a szorpasztikája. Vegyük úgy, most mondok egy extrémet, lehet, hogy még rosszabb is lehet az olla, de mondjuk lehet, hogy pszichésen kellett neki, hogy megpróbálja, és ez elég volt ahhoz, ez nem jellemző nyilván, és általában a jó eredmény ezzel korrelál, de hogy ez nem teljesen százszerékosan függ össze. Erről egy írt ért most egy pszichokiberneteken nevezett könyvet, a címe teljesen lényegtelen. Kicsit ijesztő a címe, igen. Ő szerintem próbált valami nagyon jól hangzatosat kitálni, de ez igazából pszichológia, és arról szól, hogy a plastikai sebészetet nem lehet külön választani a közben lévő lelki folyamatoktól. És hogyha a világ legszebb órát is operáljuk, vagy operálom, ha valakinek a lelke beteg és beteg marad, semmi értelme nem volt. Tehát, hogy nem teljesen korrelálnak az eredmények a pszichés eredménnyel, de valójában a pszichés eredmény a lényeg. Tehát látunk nem ide és külsejű nőket, férfiakat boldognak lenni, magabiztosnak lenni. Neki nem kell semmilyen műtét, mert nem a külső a lényeg. Vannak olyan emberek viszont, akinek a külsejük miatt ez akadályozza, és nekik való ez a műtét, akik egyébként egészségesek, de a műtétet követően pedig kinyelnek és teljesen jó lelkük lesz. Akkor valójában ez egy továbbfejlesztett pszichológia is lehetne, nem? Így van ez a moska. A, a plasztikai sebész az igazából egy ö, pszichiáter, aki segítségnek használja a műtétet. Uh -huh. Hát ha ezt lefordítom, akkor abszolút így van. Mert ez egy segítség, mert sok embernek kell hozzá, de nem ez a lényeg. Csak mivel az agyukat nem tudjuk nekik enélkül áthúzalozni, vagy boldogá tenni őket, és van egy tényleg definiálható egyértelmű elváltozása, és ezt megoperáljuk, ez segítség ahhoz, hogy a lelkük is át tudjon alakulni. De a lényege a folyamatnak, az, hogy ő magáról mit gondol, és magát szebbnek lássa, és elfogadja. De ez, ahogy mondtam, mindenkinél más. A másik nagyon furcsa, nyilván ez is a, a, a social media meg a dolgok miatt van. Ez régen is igaz volt, én aztán azt láttam régen is, hogy, hogy minél szebb egy nő, annál boldogtalanabb sokszor. Mm. Mert ő, ő, nagyon elkezd a tökéletességre törekedni, és minden pici dolog miatt zavarja, mert egyébként meg nagyon szép, és ebben nagyon bele csúszni. Hát, hogy ez a két dolog nem függ össze. És aki meg nem olyan előnyös, valahol gyerekkorban ezt elengedi, hogy neki nem ez az útja, hogy ő szép legyen, és lehet nagyon boldog, és akkor, akkor, akkor nem kell műtét, semmi nem kell. Mi az, amire te nemet mondasz, hogyha mondjuk megkerestéged egy paciens plastikai beavatkozásra átalakítással, szoktál nemet mondani, vagy pedig ez ritka? Elég gyakori, mondjuk ennek vannak pszichés okai, meg vannak technikai okai, mondom, kezdem az egyszerűbbel a technikaival. Tehát van, amit nem tudunk megcsinálni. Ennek a leggyakoribb példája például Ornál, amit egy laikusnak nyilván nem kell tudni, de sokan jönnek nagy várakozással, és akkor utána szembesülnek valamivel, de leggyakrabban az van, amikor szembesülünk valamivel, amiről nem gondoltuk, hogy egy látszólag nagyon csúnya orvból tudok nagyon szépet csinálni. Ez, van az, ez az én, nekem is van Instagramon. És te is mondom, hogy az Instagram az marketing. Tehát oda azt rakjuk ki, nekem van talán Magyarországon a legtöbb nyilvános eredménye morpasztikába, kirakva bárki megnézheti, de azért én operáltam nagyon-nagyon sok ezzet, és pár százban kint, tehát nincs kint az összes dolog. A krémje. Így van, de krémnek is hívhatjuk, nem a legboldogabb emberek vannak kirakva, de a leglátványosabb eredmények, aminél nagyon nagy változás van. Mert ugye a többi ember ebből indul ki. Ha most valakinek egy mindig picit kisebbet az óra, lehet, hogy a legboldogabb ettől le, de ez a képen nem jön át, akkor azt gondolják, hogy nem tudok operálni, mert csak egy vettem le. Tehát, ugye ez nem arról szól, ez marketing, ugye, hogy teljesen mindegy a, a Porsche-nek a hivatalos oldal, nem úgy kezdődik, hogy ebben a hónapban elronott autóink, pedig biztos, hogy van, vagy a Mercedes-nél, hanem az a legújabb, mint mi, hogy sikerült meg minden. Ennek érde mindenki valamennyire tisztában van bele, hogy ilyen is lehet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a többivel általában baj van, de nem annyira látványosak. És ez alapján az emberekben van egy képzet, mert a plastikai sebészetben nem csak az én marketing, vagy nem csak az én Instagram oldalam alapján, de általában a nagyon jó van, meg a nagyon rossz. A botrány, elrontották, így leesett, elrohadt, meghalt, bármi, meg hogy ilyen tökéletes lett. A nagy átlag, ami van, az nincs nagyon. Uh -huh. Az annak nincs, ne, nem érdekes, hogy tudjuk a médiában, nem arról beszélgetünk, egy átlag normál. dolgokról. szenzáció, nincs igen. semmi, nem lehet olyan nagy címet adni neki, meg semmi ösmi. Tehát, hogy emiatt egy picit az embereknek téveszmébe vannak a, a realitásokat illetően, és mindenki elég nagy eredményt vár el. Egyrészt, ez még beszéltünk, hogy a maximalizmus, meg idealizmus, meg a filterek, másrészt a plasztikai sebészek, meg a média is generálja ezt, mert általában ez a két dolog van. És hogyha ezt el tudjuk engedni, hogy az a rossz azért történik, mert így volt, meg úgy volt, amúgy volt, akkor mellett, ami van, az meg marha a legjobb esetek, vagy amik nagyon látványosak. És az ornál visszatérek, amit elkezdtem mondani, a legnagyobb csapda az a vastag bőr, mert a, a orrplasztikánál, ha valaki végig gondolja, vagy ha nem tudta ezt, akkor elmondom, alapvetően vázat operálunk. Mert a bőrönket látjuk, de alatta vannak porcok, alapvetően van négy különböző porc, meg az orsóvényünk van alul, és egy porc, aztán mostja az egészet, és itt van két orcsontunk. Ennyi darabból áll össze. De amit látunk, az a bőr. Ideális esetben a bőr normális vastagságú, vagy picit vékonyabb, vagy igazából normálisat tartjuk a, a legidálisabbnak. Ez a bőr, ezt tud úgy reagálni, hogy alapvetően az alpastikánál a legtöbb esetben kisebb orrot, kisebb keskenyet orrot operálunk, az, hogy formailag mi, hogy ez egy másik dolog, de egy kisebb, de meg nem keskenyebb, nem nagyobb nagyobbítunk jellemzően. Nem is volt még olyan, aki nagyobbítani akar? De, 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 van. De Etnikai oroknál, másodlagos orpasztikánál túl sokat vágnak hmm. Ez most ez egy, ez egy elég gyakori dolog már, ahogy egyre több embernek van alpastikája, egyre többet kell korrigálni is, és ott általában nagyon sokszor azzal van abban, hogy túl sokat kivágnak. Vagy például ázsiai oroknál ez nálunk nem annyira jellemző, de van egy-két embernek ilyen, az nagyon lapos pici mindig visszaraktak, régen egyszerű volt szilikon, vissza, de nagyon sok baj van, most modern érában a borda postból, meg fülporzból, meg orsavén építünk új orrokat. Ez, ez egy, bevett dolog, de akkor is az összműtéthez Európában, ahol általában nagyobb orrok vannak, és nem Ázsiában, ott a 80-90 az redukció, az a mm -hmm. kisebbítés. Na most, hogyha a vázat kisebbítjük, és ettől várunk egy jó eredményt, az csak akkor lesz, hogyha a bőr is összemegy és követi. A bőrt nem nagyon tudjuk kontrollálni, itt az országnál lehet ezt bőrre ez is abból kivágni, de itt ezen a részen, és itt nagyon sok fagyumégy van, és ahol fagyumégy van, az a rész vastagabb, és nem tud olyan jól zsugorodni, ez bizonyos bőrtípusra még jobban inkább, az a vastagbőrös orra, és akármit csinálok én azzal a vázzal, hogyha a bőr nem tud zsugorodni, ott van egy krumpli. Mm -hmm. És ez nagyon sokszor van, nagyon sok vastagbőrös páciens van, nyilván ilyen krumpli széles orra jellemző ez, leginkább nem a púp, meg nem a lógás, de például van egy nagyobb bor, ami széles csak vastagbőrös, de nem is lóg, nem is pup, azon nem tudok javítani, azoknak nem lesz érdemi változás. De ez egy technikai dolog, őket igyekszem lebeszélni. Ha a vastagbőrös orra pup is van, meg lóg is, mondjuk, mert az nem fog a bőrtípustól, hogy felemeljen meg levegyem a pupját, azt meg lehet csinálni anélkül is, mert itt tud zsugorodni a bőr, meg az emelésnél inkább följebb csúszik a bőr, és nem kell zsugorodnia, akkor legalább neki annyival jobb lesz. De ez elég sok páciens van, akinek csak nagy az óra, vastagbőrös, nem is lóg, nem pupos, náluk nem lesz érdemi változás. És akármilyen szomorú is, mindig mondom, hogy inkább most sírjon, mert még valaki ezzel szembesül, nem jó érzés, Tehát, hogy öt éve vár erre, hogy ezt megoperáltassa és gyűjtögeti a pénzét, és akkor én azt mondom, hogy nem lehet, akkor az biztos, nem rossz érzés. De annál sokkal jobb, mert ilyet is látunk, amikor valamilyen módon valaki beleviszi őket ebbe a műtétbe, és akkor vár valamit, hogy szép lesz. Kifizette, átmegy, és ez egy dolog, de lelkileg azt gondolja, hogy valami lesz, és akkor nem, mert semmi vagy rosszabb lesz. Az nagyon-nagyon nagy trauma. Annál sokkal jobb, hogy, hogy akkor, akkor oké, itt a pont, engedj el, és akkor, akkor, akkor próbálja így jól érezni magát. Töltessen szájat, nagyobb száj, kisebb <síns> az orra, járjon el nem tudom milyen autogén meg lehet ezen dolgozni, de legalább tisztában van ezzel, és ez itt, ez, ez itt sokkal korrektebb. Tehát ez a technikai része, akiket lebeszélünk akkor van a pszichés, amiről beszéltünk. A pszichésben is van többfajta kategória. Az egyik kategória az a maximalista vagy perfekcionista, amit gondolunk, ez mondjuk nagyon típusos, például mérnök fiúk. Jön be fiú, és akkor rajzokat hoz, milliméter, hogy megy a műtét, itt be, ki be, ilyen listákat írogatnak. Ő megmutatta magát már a papíron? Hát, effektíve, igen, igen, de így milliméter szinten, meg így, így meg úgy, meg amúgy na ők a perfekcionisták. Ez van a lányban is, mondjuk nyilván ez is a, a, filterek miatt is van valamennyire, de akik ilyen matematika mérnök, tervezősök, azoknál ez jobban jellemzőbb. És általában a plastikai sebészet nem tudja ezt a szintet, ilyen szinten nincs is értelme, mert a szépség nem azon múlik, hogy fél milliméteren, de hogy ők ezt várják el. Uh -huh. És önállók azért sokszor nem lesz, nem lesz elég jó, mert ő mindig fog tudni jobbat találni, és ha jobbat, akkor utána is fog tudni találni és ők, ők, nem érdemes belemenni. Nagyon sokszor kierőszakolják még így is, mert egyszerűen, ha elfog, van ilyen, amikor azért operálom meg én is valakit, mert hogy, 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 nem tudja elengedni, és attól félek csak, hogyha elmegy olyan szakemberhez, aki nem annyira jó, és a pénzre el fogja vállalni, akkor még rosszat fognak vele tenni. Uh -huh. Tehát, hogy ez, ez egy elég speciális dolog, de néha ilyen is van. Hál' Isten azért én annyira jól operálok, hogy, hogy az utána tudjuk menedzselni, és akkor legalább szembesül vele, hogy ezt kihozni, és akkor utána el tudja engedni ezt a témát. Mi a tapasztalatod a kor tekintetében. Tehát, hogy valamiért az én fejemben úgy ékelődött be még fiatalabb koromban, hogy a plastikai beavatkozások, a szépészeti beavatkozások azért az idősebb embereknek való középkorúaknak és annál idősebbeknek valóak, azok veszik ezt igénybe. De most azt látom, hogy a mai világban már 20 éves lányok is akár töltetnek, akár felvarratnak, akár alakítatnak az arcukon. Tehát, hogy valójában a szépségük miatt nem lenne rá szükségük, mégis elmennek ilyen beavatkozásokra. Mennyire fiatalodott a, a pacienseknek a kora? Van egy fontos része, az előző kérdés végén nem mondtam el. De ja, bocsánat, a, a, szólt a akar akar nem, az, semmi, azt, a és azt még befejezem, jó? Tehát az, az ürös része, akit visszautosítunk, azok a pszichés betegek, amiről már beszéltünk. Ha. Tehát a perfekcionista volt a pszichésnél egy része, de akik tényleg az a depressziósok, őket nagyon nem kell, mert ott, ott, ott szinte semmi esélyünk. Hogy jó, őket irányítod a szakemberhez? Próbáljuk, általában nagyon nehezen mennek el ők. Akinek nincs betegség tudata, az nem fog elmenni, akinek van, az meg nem nagyon kerül pasztikai sebészhez. Tehát annak ellenére, hogy javasoljuk nekik, hogy próbáljon meg azzal dolgozni, és nem reális, amit lát, ők nagyon-nagyon ők nehezen élik ezt meg, és akkor ott a saját világukba valamelyik. Vagy vagy hát, akkor az ő ne, ne, én, én, nem, tudom bevinni egy, egy zárt osztályra, vagy nem mondta, hogy a pszichiáterhez, hogy akkor itt van, és akkor ne engedjétek ki, amíg meg nem kezelitek, és akkor jó lesz, jó. Tehát, hogy ez, ezek, 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 sokszor elvesznek a betegek. A mai magyar egészségügyre alapvetően jellemző, hogy, hogy, hogy pszichológiai dolgokkal nem foglalkozunk. Bezárták a pszichiátriai osztályokat. Kiengedtek mindenkit, igen. És... De ezt a sztori Magyarországon engedve, és innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz ez a sztori. Na visszamegyünk az életkorra. Jó, amit kérdeztél. Tehát, hogy részben, amit, amit kérdezel inkább és így laikusként ez így tűnik, nyilván egyre több műtét van egyre fiatalabb korban. Ezre együtt, vagy ennek ellenére azért vannak műtétek, amit típusosan fiatalok műtenek, meg vannak műtétek, amit típusosan idősebbek. Uh -huh. Tehát az anti-aging műtétek, aminek külön neve is van, azok azért vannak, mert öregszünk lógás, mindenünknek a lógása azért az jellemzően nem fiatal van. Lehet, például nagyon gyakori most, hogy fogy fogynak, híznak gyerekek 14 éves korában 102 kiló, és akkor egyszerűen ott megokosodik a szülő, vagy valami, és sajnos ez már csak utólag történik meg, de odafigyelnek rá, lefogy 60 kilóra, vagy 70 kilóra, 18 éves lánynak is lóghat mindene. De azért nem ez a jellemző. Az jellemzőbb, hogy a szülészoptatás, bla, 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 bla 50-60 éves korunkra a gravitáció van ilyen meglóg, és ezek anti-aging műtétek. Típusosan arcon, mondjuk szemhéjpastika meglóg, arctpastika meglóg, testen melfelvarrás, ezek típusosan anti-aging műtétek. Ez a korosztály, ez általában szülés utáni, 40 éves kor utáni dolgok típusosan. Vannak olyan dolgok, amik nem a korra jönnek. Nincs cicink, úgy születünk, vagy nem nőtt ki utána. A bazorunk nagy, az már 14 évesen is látszik. Ők voltak jellemzően a fiatal korosztály. Ezeken a kategóriákon belül, a social media miatt, mert az emberek nagyon sokszor sajnos ebből látjuk az életük megoldását, nyilván nő a száma, és nyilván egyre fiatalabban veszük igénybe. De maga az, hogy botoxoltatnak 20 éves lányok, ez normális? Hát a botox azért azt tudni kell, hogy alapvetően azoknak jó, akinek nem lóg a bőrük. Tehát a botox az arra való, az egy. Izombénító, ez mindig rosszul hangzik, és hogyha mindenfajta krémes, meg alternatív megoldást nyújtó cégek ezzel ellen marketingelnek, az idegméreg, ami igazából igaz, igazából izomméreg, nem engedi, hogy az ingerület áttevődjön az idegről az izomra, és nem tudjuk azt összehúzni. De azért azt tudni kell, hogy csak egy adott területen nem hat az egész szervezetünkbe, és pár hónap után lebomlik és eltűnik. Viszont alapvetően Azoknak jó önmagában a botox, akinek az izom működésük erősebb, vékonyabb a bőrük, és nagyon feltűnő ráncaik vannak. De még nem lóg a bőrük, mert a bőrlógáson nem fog semmit segíteni a botox. Azért ez önmagában típusosan a fiatalabb korosztály, vékony bőrösök erős mimikával. Hmm. Nyilván azt lehet mindenkinek kiegészítésképpen használni, de önmagában, és mindig ez, 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 ez nem kor kérdése, Ö, például engem most nagyon csúnyán igyekeztek kvázi megzsarolni. Egy másik orvos, mert egy ismerősének csináltam az 30 valány éves korában. És hogy ezt ő orvosként mennyire nem érti. Semmi nem korfüggő. Ha rossz a genetikánk, ha olyan, olyan dolgok történnek, akkor valakinek az arcbőre 20 évesen tud úgy lógni, lógni, mint valakinek 60 évesen. És akinek 20 évesen lóg ugyanúgy, mint akinek 60 évesen, annak nagyobb problémát fog okozni, mert nyilván 20 évesen nem akar kinézni, egy 60 éves. Most nyilván eltúloztam egy kicsit, és nem ez a jellemző. De hogy ezek a dolgok azért nem korfüggőek, nyilván rá lehet húzni, hogy a plastikai sebész pénzér, meg érdekből beleviszi a, az embereket, lehet elméletek ilyen is, ez nem helyes, és nem is szabad ilyet. De ha valakinek egyedileg más módon öregszik, másfajta módon vannak a, 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 a problémái korábban jelennek meg, mint az átlagnak, az nem azt jelenti, hogy nem kell megkezelni, vagy nem lehet pusztán a kora miatt. Tehát ilyen, ilyen szempontból nincsenek adott korok, hogy mikor lehet arszpasztikát csinálni, mikor nem. Az átlag nyilvánvalóan 40 év után van, de vannak egyedi esetek, amikor valós probléma van, tényleg lóg, és tényleg, és tényleg zavarja, akkor lehet fiatalabb korokban is csinálni csak ennyi egyedi eset van, amennyit az ember lát. Tudod, tehát azt, az, hát... azt, látom, hogy a fiatal lányoknál az egyen arc az most már általános szokott lenni, tehát hogy tényleg a filterezett alatt is nagyon hasonlítanak egymásra, és hogy azért felszokták töltetni az arcukat. Most oké, okay, hogy onnan lehet, hogy feltöltetik. is ez egy másik dolog, ez fiatalon is lehet operálni, amiről beszéltünk, divat, divatarcok, divat ö, műtétek vannak, és egyre fiatalabb lányok vagy emberek, egyre, fia, egyre nagyobb mennyiségben veszik ezt igénybe. De ez mondjuk nem annyira a kortól függ, és ez nem is mondjuk nem pont az arcpasztika, hanem azok a műtétek, amit eleve is fiatalon fiatal csinálhatunk, arcplastika, szájfeltöltés, valakinek pici a szája, az hat évesen is pici a szája. És mm. azért azt tudni kell, vagy hogy az ember végig gondolja, ez egy, nem egy ördögtől be dolog, hogy azért alapvetően ennek nagyobb értelme van fiatalon, főleg egy lánynál. Hmm. Tehát az, hogyha 40 évesen, két gyerekkel, normális kapcsolatban, pici a szája, picit van egy, van egy, van egy pup az órában, neki normálisan ez nem okoz már olyan pszichés problémát, ami miatt mindenképp kell műtét. Kontra egy 16 éves lány, akinek semmi másról nem szól az élete, ha mondja, hogy szép, és azon keresztül éli meg magát mert mennyire sikeres, mennyire foglalkoznak vele, mennyi úgymond szeretetet kap, ami nyilván a szépségen keresztül nem egy valódi szeretet, de mégis elsődleges ingerként azt fogja elmérni, hogy az utcán megy, hányan, hányan fütyülnek utána, ezt leegyszerűsítem. Aki után senki nem fütyül, az a utca végén sírni fog. És neki kell a műtét, és neki 16 évesen, ha tényleg a reális elváltozása van, nem a hülyeség, ami nincs, amiről beszélünk, csak dípat vagy van. Ez itt már nyilván inkább a plastikai sebész felelőssége most, de amiről te beszéltél, hogy kéne egy rendszer, ami ezt objektivizálja, és segít az embereknek, és nem csak a plastikai sebész van ott a másik oldalon, meg a páciens, hanem valami objektív harmadik fél is, ez nagyon jó, de a világon én nem tudok sehol ilyenről, de egyébként ez egy nagyon jó dolog lenne. Azért? De hogy... Itt is, amit mondok, azért Józan, észszel, sokkal fontosabb, például hogy 16 éves lánynak, hogy hogy néz ki az óra, mint egy 46 évesnek. Tehát, hogy ez a realitás is egy picit, meg a, meg a dolognak a lényege is abba viszi, hogy bizonyos dolgokat ö, érdemesebb fiatalra megcsinálni. Például, ö, ez egy megint típusos példa, erre, amit típusos, de azért a szakmai körökön belül tudjuk, hogy egy ember nem tudja. Fül, elálló fül, az mondjuk hány évesen? kell operálni. A fülünk nagyon hamar megnő, előbb, mint a fejünk, és már nagyon fiatalon, akinek el a füle, az, az sokkal feltűnőbb, később ez még tud javulni és magától is, mert a fejünk hozzánő. De valaki bekerül az, óvodába, vagy bölcsibe, vagy kisiskolába, és olyan mértékben tudják csúfolni, hogy utána hiába operáljuk meg a fülét, annyi és szenvedett. Ezért ennek az eltúlzott verzió, hogy Amerikában azt mondják, mondjuk, hogy három éves korba operálnak fülplasztikát, hogy semmilyen közösségben ne kerüljön be. Olyan érdekes, hogyha nem lennének csúfolódó emberek, akkor lehet, hogy a te szakbácsa létezne valójában, Igen, nem? Nem Tehát, lenne tükör, akkor... Igen. Nem, lenne, nem lenne az, hogy a két ember hasonlítgatja egymást. A mai világban még, hogyha ettől ezt egy picit más síkon nézzük, a legnagyobb baj az, hogy mindenki hasonlítgatja magát mindenkihez. Hmm. És ezzel sincs a baj, de típusosan már csak egymás vagy magunk fölé hasonlítunk, ugye? Tehát, hogy ezt én egy ilyen futásra szoktam össze eh, hasonlítani, hogy van egy futóverseny, és akkor van egy futó, és néz előre, és ketten előtte vannak, és teljesen ki van készülve. De ha hátra nézel, hogy kétezzel mondjuk meg mögötted vannak, akkor teljesen jó minden. De mi hát nem nézünk hátra. Hát igen. Ezért nem egy realitást látunk. A férfiak az anyagi részébe, vagy a sikerükbe mindig csak a jobbat látják, mindig csak azt az egyetlen egy embert a 9 milliárdból, aki 20 évesre milliárdos lett. A nők mindig csak azt az egyet, vagy kettőt, aki még náluk is szebb vagy náluk sikeresebb, és ezt nem lehet lelkileg elviselni. Ezért betegszünk. Szeretjük önös ez e, ilyen. Igen, ez egy biztos, hogy emberi dolog, de ezt meg kéne tanulni. Meg kéne tanítani az iskolákba. Ez egy másik nagyon kedvenc témám, hogy biológia órán miért azt tanítjuk, hogy a, a hóvirág hány szikű. Teljesen értelmetlen információ. Teljesen. Ahelyett, hogy ezekkel foglalkoznánk az életünk, az egészséges táplálkozás, hogy éljünk egészségesen, mit tegyünk, hogy kell egy embert újraéleszteni, hogyha talál, találunk egy másik embert, hogy tudjunk rajta segíteni, hogy kell a pszichés részét kezelni az életnek. Ez, a, ez egy nagyon-nagyon fontos része az emberi életnek, és sokkal jobban és egészségesebben és jobban, boldogabban élnénk, hogyha mondjuk a négy év gimnáziumban a tananyagnak a 80%-a ez lenne, és a 20% a hóvirág. Hallottam egy legendát, lehet, hogy csak valaki túlzott az edzőteremben, hogy az anyuka, aki oda jár egyébként az edzőterembe, elvitte a lányát 17 évesen, lehet, hogy aztán 18 éven felüli volt már, mellett nagyobbítatni. Te erről mit gondolsz? Tehát, hogyha valakinek kicsi a melle, akkor egyébként meddig várjon arra, hogy, hogy kifejlődjön? Mikor érdemes ehhez hozzá nyúlni? Vannak ennek szakmaszabályai nagyjából, ez ebbe van kevés helyen van ez így leírva, hanem ezek ilyen elfogadott szabályok mondom inkább a kivételt, mondom például a fülplasztika, amiről beszéltünk. Az egy teljesen normális dolog, hogy ott tartunk, hogyha valakinek ez nagyon durva. A gyerek még igazából a kooperáció szempontjából jobb, hogyha a gyerek is érzi, de például a fülplasztikánál nem mondom, hogy teljesen irreális, hogy tényleg annyira egyértelmű, van egy kicsi gyerek, ő még nem is nagyon látja ezt, de még mielőtt elkezdik fel csúfolni, a szülők úgy döntenek, hogy ez kell. Azért a szülők sok mindenről egyébként is döntenek az életünkben amik gyerekek vagyunk, tehát ez egy reális dolog. Az orpasztika az megint ott azt mondjuk, hogy orvosilag akkor lehet orpasztikát operálni, ha nem növünk. Ugyanis az orba csontos, porcos növekedési zónák vannak, és ha abba beleoperálunk, akkor deformálódhat az orr, hogyha még utána nő. Ez lányoknál korábban van, menstruáció után nagyon már nem nőnek, picit maximum az általában 13-14 éves korú körülig van. Erre van egy röntgenvizsgálat, meg lehet mondani százszerzelékre a kész középcsontunkat, csontunkat, ha leröngenezik, akkor abban vannak növekedési zónák, és lehet látni, hogy lezáródott vagy nem. Az egyszerűbb része, hogy mit csináljuk, hogyha valakinek egy év alatt nem nő százszerzelékre a cipőmérete és a testmagassága, nem nő. Uh -huh. Viszont amiről az előbb beszéltünk, hogy neki ez a 18, miért 18, 18, 18 az egy nagykorúság, az egy, az egy mesterséges dolog. Amerikában Amerikába 21 éves korukig ott nem lehet vezetni, meg egy csomó dolgot nem csinált nálunk 18. Semmi, de semmi jelentősége nincsen. E, jogi jelentősége van annyi, hogy például a 18 éves kor előtt végzünk beavatkozás fülpasztikát, vagy mondjuk orpasztikát, amiről beszéltünk, tehát egy lány 15 éves, tudja, hogy nem nő, és depressziós, és nem megy be az osztályában, mert neki nagy óra van, és csúfolják vele, vagy bántják, akkor annak van értelme annak a műtétnek, és nem érdemes vele három évet várni, 33-at meg nem és meg lehet 16 évesen, mellnél, hogy mire fejlődik itt teljesen a, a cicink, ott az 18 év, az úgy egybeesik a, azzal a határral. Itt inkább a cicinél az a nagy kérdés, vagy az a, az, az etikai uh, sztori, hogy az nem kérdés, ha valakinek nincs semmi cicie, mert az biztos, hogy nem érzi jól magát. Vagy nagyon, ha tényleg nem is érzi jól magát, vagy a oka, amiről beszéltünk, ez egyértelmű. Az a nagyobb kérdés is, az nem, nem szép dolog, amikor egy főleg egy fiatal lánynál egy szép, de kicsi cici, de azért van cicije, abba berakadni egy implantot, uh -huh. mert mondjuk a szülő vagy ő vagy valami. Az, 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 az tényleg nem kell. Tehát amikor amikor a szépből szebbet akarunk, vagy ott már ott már nagyon nem mindegy, hogy mennyire fiatalon, mennyire a szülő, ez valamelyik, nem tudom, melyik amerikai sztárnál is volt ebből valami, hogy ő a a brazil, valamelyik brazil modern, bocsánat, nem fogom tudni a nevét, mert annyira azért, ha Isten nem nézek rá Instagramot, <laughs> eh, meg tévét, hogy Gizel Bündchen, vagy valami mm, is, igen, áll, igen. Én, engem úgy nem hiszem, talán ő, hogy ő azt mondta utólag, hogy az anyukája beszélt rá és mm. hogy ezt ő megbánta felnőtt fejjel. Mm. Tehát ilyenbe, amikor nem egy durva deformitás van, bele lehet csúszni. A egyértelmű dolgoknál szerintem nem, ott egy szülő, szülő is el tudja ezt dönteni, de hogy a határok azok, azok minden műtétnél máshol vannak. A jogi határ az 18, de annak annyi különbség van, mondom, hogy a, előtte a anyukának kell aláírni, és az ő felelőssége úgymond jogilag, meg, meg az életben mindennek, utána meg már de hát, az adott emberé. Tehát nem attól leszünk érettek, hogy 18 éves egynaposak vagyunk. Egy 18 éves egynapos ember ugyanúgy sokszor egy főleg egy fiúk nem érettek, fogalmuk sincs, hogy ők most hogy döntenek meg, hogy nem döntenek. Ez ennél sokkal bonyolultabb dolog, mint hogy számokhoz kössük. Uh -huh. Milyen trendek vannak most a plastikában? Mert azt látom, hogy a, a popsi nagyobbítás az eléggé elterjedt. Nem tudom, mit gondolsz erről a beavatkozásról, hogy ez mennyire szükséges, mennyire nem, mert pont a popsi az egy olyan dolog, amit talán lehet fejleszteni egyébként edzéssel, valamennyire kerekíteni és nagyobbítani. Mik vannak még, amik trendként működnek most? Azért vannak így világszinten trendek, nem mindenhol egyformák a dolgok. Például tíz évvel ezelőtt ez jellemző volt, például, hogy ugyanaz az embernek Amerikában mellimplantat raktak volna, de mondjuk Brazílából meg popsi implantot. Tehát, hogy azért ez változik Japánban teljesen más a szépség ideál. A nagy világtrendet nézzük, az az egy picit uh, látható most, itt trend szinten, hogy mellméretben megyünk vissza, és popsiba megyünk föl. Uh -huh. Tehát, hogy most már az inkább a divat, hogy nagy a popsi, és nem kell olyan nagyon nagy cici. Mert a cicivel elszálltunk 10-20 éve, ott csak az volt. Hát most valahogy, valahogy, van egy ilyen implantátum ellenesség is, nem vagy pedig egy implantátum... Igen, idővel, igen. A breast implant illness, ez, a, ez is szintén a, social médiában megy. Amerikában nagyon-nagyon sok fórum van erről, hogy a mell implantátum, vagy az implantátumok okozhatnak betegséget. Hogyha itt tartunk, akkor el is mondok pár szót. Tehát, hogy minden dolognak van valami kockázata. valamik egyértelműek, például egy után lesz úgy hívjuk, hogy egyik leggyakoribb szövődmény, ami hál' Isten nem gyakori, de a leggyakoribb még, az a tok zsugorodás, az implantátum körül a szervezet csinál egy saját tokot, egy fehér hártyát, ami azért jó nekünk, mert kvázi leválasztja a szervezetről, és nem küzd ellene. Tehát, uh -huh. hogy egy idegen dolog van a testünkben, arra van egy immunreakciónk, és állandóan küzd ellene a szervezet, és ez nem jó nekünk, ez lehet autoimmun, meg egy csomó dolognak az oka, ezért tilos például, vagy ezért is szilikonalajat töltetni szájba. Mert az is egy nem téfi, de hogy ezt, ezt, ha végig gondoljuk, akkor ez, ez, fontos dolog, hogy egy szilikon implantátum, ami egy szilárd dolog, akkoré tud a szervezet építeni egy tokot. Egy szilikon olaj, amit olajat töltenek a szájba, az egy folyékony dolog, annak nem tud a szervezet. Uh -huh. És ha a szájában mondjuk töltenek szilikon olajat, akkor egész életében lesz egy immunreakciója a szervezet, próbálja eltávolítani, és nem tudja. És hogyha egy fokozott immunaktivitás van, az minden módon elcsúszhat erre-arra, az egész szervezetbe, elcsúszik, akkor autoimmun betegség. Helyileg meg ott lesz egy ugyan steril, baktérium nélkül, egy gyulladás, a saját szervezet sem egy gyulladást. Ott ezt fel kell mondjuk öt év múlva valaki, és lesz egy ekkora csomó, lehet, hogy semmi baj nem volt. A szilikon simán van, egy. Elkezdődik, akkor itt ez csomó, ott lesz, lemegy, adunk bele szteroidot, minden. Nem lehet kiszedni, mert ez összenő a szövetekkel. Ez katasztrófa. És még így is, ma is van, aki tölt. és ez nagyon-nagyon szomorú. Az implantátumnál lesz egy tok, és ott a szervezet megtanulja ezt, hogy megoldja magának, hogyha ott van egy saját anyagból egy tok, akkor az békén hagyja. Ami egy alien élne bennünk, ez hogy rosszul hangzik, de immunológia nagyon jó nekünk. Uh -huh. És ezért nincs annyi baj az implantátumokkal, mert kvázi alienként a szervezet elkülöníti magától. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt, nagyon sok betegségünk van már. Ugye ez civilizációs élet, millió bla dologunk van azt gondoljuk most igazából életmódból van, meg táplálkozásból, de ezek a típusos betegségek, amik mondjuk 30 év feletti nőknek nagyon gyakran vannak, gyengeség, hajhullás, autóműn betegség, hormon problémák, probléma, ez nagyon-nagyon sok nőnek van, implantátum nélkül is. De akinek van implantátuma, akkor ők azt gondolhatják, hogy az implantátumtól van. És ezt hívjuk most breast implant illnessnek, amivel foglalkozunk, de ezek a breast implant illness nevezetű kategóriába tartozó dolgok, onnan gondolom én racionális férfi agyammal egyértelműnek, hogy nem igazak, hogy implant nélküli nőkben is ugyanolyan gyakoriak, mint implantátummal. Tehát onnantól kezdve azt mondom, hogy az implantátumtól van, amikor ugyanannyi nőnek van implantátum nélkül lényegileg, mint implantátummal, az racionálisan nem igaz. Tudom. Az, hogy rá tudjuk fogni. És biztos, hogy vannak egyedi esetek, és biztos, hogy van, nem tudom, ezerből egy nőnek, akinek lehet, hogy az autóimú betegsége benne, benne van valahogy a, 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 az implantátuma, mert mindenkinek más a szervezete. De nagy átlagban ez, ez valószínűleg nem probléma. Tehát, hogy, hogy ezzel nincs én van ezzel, mert most már nagyon sok információ van, meg most már elérhető, hogy egy nőnek valami baja van, akkor beírja netre, akkor még öten ráírnak, hogy nekem is ilyen van, és akkor ez a nagy tudás összeadódik. De ők nem tudják ezt például, hogy akinek nincs implantja, azoknak ugyanilyen problémáik vannak. De én tudom, meg az orvosok tudják. Tehát, hogy valószínűleg ez nem igaz ebből a dologból. Ennek ellenére én is azt gondolom, ha el lehet kerülni, és van rá jobb megoldás, például a jövő, Jobb lenne, hogyha mell nagyobbításnál a saját anyagból, zsírból, tenyésztésből bármi abba mennénk el. Csak erre meg azt szoktam mondani, mert majd valami passzikes is azt mondja, óriási átverés. Szerintem, hogy most már mondanék kell a páciensnek a saját zsírra is lehet mell, és az hibát követel, aki ezt nem mondja. Ebben az a valóság, hogy kis mennyiségben, például a cicinél működik a saját zsír. Mondjuk, vegyük, úgy, hogy 50 köbcentit egész jól befogad. De az átlag van miért az 300-400 köpcentid. Ebben nem működik, mai tudásunk szerint. Ebben nyilván az is benne van, hogy az implantátum technológia, az a 60 as évektől volt először implantátum Amerikában, mondjuk vegyük, hogy 60-70 éves, a zsírbetöltős technológia meg 5 éves. 60-70 év múlva kurva jó lesz, most még nem tartunk ott vele. De ilyen szempontból szerintem nincs is baj vele, az egy kiforolt technológia, tudja, amit tud, vannak vele szövődmények, nem olyan nagyon sok van, de akinek például fóbiája van beleve, vagy eleve autójú betegsége van, vagy bele, azoknak nem kell. De egy átlag embernek nincs emelet. Saját zsír kapcsán egy ilyen nagyon laikus kérdés, hogy azt, hogyha feltöltitek, akár popsiba, akár melbe, valamennyit lehet, ugye azt mondtad, Igen. hogy ezt nem fogyja le az ember, mivel zsír? Tehát, hogy ez nem tűnik el, vagy nem, 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 fogy, nem fogyódik le az emberből? De, 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 az a test súlyával ugyanúgy fog változni, mint ahogyha fogy, fogy vagy hízik, akkor ugyanúgy fog, azok ugyanúgy viselkedik, mint egy teljesen normális zsírsejtje. Egyik helyről átrakjuk a másikra. Nyilván... Ö, ez egy úgy hívjuk, hogy szabad transplantátum, nincsen vérelátása elég sok része elhalhat emiatt, mert ugyebár amíg nem kap a környező sejtektől oxigént, az egy bizonyos idő, ha az több idő, akkor az el fog halni, és szét fog esni, és lesz belőle zsír, és felszívódik. Ezért van az, hogy például betöltünk valahova 100 millilitert, és akkor megvan belőle mondjuk 50, ami egy jó arány. Uh -huh. Valahol ez testajanként változik, például, csak az előbb a popsit fejeztük be, a Popsinál ez egy elég jó arány, például jobb, mint mellnél. Azt gondoljuk, hogy nagy átlagban, ha Popsiba töltünk máshonnan zsírt, ott valamiért izomfölé szabad csak tölteni. Most erről is beszélhetünk, hogy ez miért van így, meg miért van úgy, de ez egy veszélyes dolog izom alá tölteni, és is lehet halni, és Magyarországon meghalt egy angol hölgy sajnos, mert szerintem rossz helyet töltött neki zsírt. Miért? Igen. Ö, tehát izon fölé töltünk, és abban a rétegben, mondjuk úgy, a nagy átlag az valahol 50-60-70 százalék, hogy megmarad. Miközben mellnél csak 30 százalék, amire mondtam, hogy mellnél valamiért nem marad meg olyan jól. Arcnál is több egy kicsit, mivel mondjuk minél több a vérlátás, annál elméletileg ez korlál, és arcon a legtöbb a vérlátás, tehát ott kéne a legtöbbnek, de popsinál nem annyira jó, mégis ott megmarad, van egy csomó dolog még, amiről nem tudunk. De egyébként csak még egy mondat visszatérve ehhez a popsi -sí implantos dologhoz, amit mondtál, hogy igen, ez trend, a popsimplantnál meg az a nagyon nagy különbség, hogy azzal keverjük, hogy a mellimplant jól működik, és akkor működik, miért nem működne a popsimplant is. Nagyon-nagyon más abból a e, szempontból, hogy ott van egy izom, a mellimplantot döntően 90, nem tudom, 5 fölött izom alá rakjuk. Ez is nagyon furcsa, mert igazából a mellünk az izom fölött van, miért izom alá. E, anna az egyszerű, hogy általában, akinek nincs melle, például Európában, azok vékonyak. Nincs is nagyon saját zsírjuk, saját cizjuk se, ha belakjuk izom fölé, akkor a vékony bőrén át fog látszódni a kontúrja, és nem lesz olyan természetes. Főleg minél nagyobb, és a kerekén pántától ezért mentek, kitalálták a plastikai sebészek már sok évvel ezelőtt, hogy nézzük meg, elég furcsa volt, nem tudom, egyébként nem tudom pontosan, és meg is kell nézni, hogy ki volt az első, akinek ez a gondolat eszébe jutott. Elég furcsa lehetett, hogy elsőre ezt bedugni az izom alá, hogy ott mi lesz, de hogy úgy hol néz ki. Tehát de most jól néz ki. ki. Jó, ki volt, és jól néz ki. Úgyhogy, ez nagyon, nagyon jó ötlet volt egyébként, vagy valaki. Na mindegy, de hát ott izom alá berakjuk, ott van egy jó réteg, vannak a bordáink, mellizomot fölemeljük, és alá becsúszik, és akkor annak ott teljesen jó van. És ott nem egy relatíven nem egy túl nagy izom, egy női mellizom. Nem az van, hogy állandóan nyomkodja, meg állandóan cseszteti. A popsizmunk azon járunk a lábunkon, a popsinkon, minden lépésnél csinál vele valamit. Ide nyomja, oda nyomja, cseszteti. Egyik különbség, a másik az, hogy ott nincs egy jó rétegünk, mert hogyha a popsi izom alá raknánk be, ott van egy nervus és érdekus nemzetű ideg, ott nem lehet berakni, nagyon mélyen is vagyunk, technikailag nem lehet, és nagyon veszélyes is. Ha izon fölé rakjuk, szintén popsinálót próbálták, ott is ott is átlátszik a kontúr, és nem olyan jó. És ott egy nagyon köztes megoldás van, az izon barakják bele középen. De ez nem egy valós réteg. Igazából a sebészet, ez nyilván ezek érdekes dolgok. Hogy... ez mennyire fájhat az izon igen, betenni Igen, mivel, rossz is, mert még jobban szét kell szedjük, mint egy normálnál, de hogy a sebészet az a rétegekről szól akkor tud valaki szépen operálni, a rétegbe halad, ott szétválnak a dolgok, nem mennek erek, minden azon múlik, hogy valaki rétegben operáljon. És ez például alapelvként meg tud valósulni mellimplantátumnál, popsimplatonon nem lehet megcsinálni. Tehát van egy nagy izmunk, ami állandóan működik, nem ülünk rajta, ez is téveszme, mert ugye az ülőgomunk fölött van az implantátum, tehát hogy a izmunk is az följebb van, tehát nem ülünk rajta, de a mozgásnál pedig folyamatosan általában azról szól, a szó, hogy megfeszül az izomunk, kifele nyomja, és itt egy kicsúszik oldalra, mert ez a nagy izom nyomkodja magán belül is ezt, és nincs egy jó rétegünk, az pont akkor el csinálni, pont úgy maradjon, nagyon-nagyon nehéz, és nagyon sok baj van vele, plusz még egy dolog, mondjuk ez nyilván technikai része is, de ez is nagyon sok baj volt, hogy ott van közel az ánuszunk, a popsinyílás, ami elég sok baktérium van, amit nincsen, és nagyon sok fertőzésre szövődmény van, folyik, kilukad, mármint, hogy a seb maga újra nyílik, és utána nagyon sok baj van bele. Tehát, hogy ezért a popsin implantátummal sokkal, de sokkal több baj van, mint a mellel. Nyilván itt is vannak specialisták már, akik főleg ezzel foglalkoznak, náluk azért átlagban jobb eredmények vannak, hogyha nagyon ezekre a dolgokra figyelnek, de akkor is összességében mind a kettő implantátum, de mégis a Popsinál ez nehezebb dolog. Ami most úgymond modern, mert mi itt a... a a, az alapsztori, ez igazából dél amerikába indult. Ott van ez, amiről beszéltünk is, hogy tíz évvel ezelőtt nem volt szinte brazilatnak van, popsítottak. Hiába volt popsiuk, még nagyobbat akartak, ott ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, szépség jobban. És náluk viszont általában nem vékonyak, hanem azért ott van zsír rajtuk, és akkor kitalálták, ezt hívják BBL-nek brazilian batlift, uh -huh. hogy leszívják a zsírjukat, az, az is abban is segít, mert hogy nagyon a derekukat, meg a hasukat, tehát vékonyodik, tehát önmagában a zsírszívásról is nagyon néz ki a popsiják, de ezt meg betöltik popsiba. De mi van Európában, akinek nem nagyon van popsija, azokat, van vékonyak, és nincs zsírjuk. Igen. És akinek aki nem annyira vékony, annak van popsija is. Tehát pont azoknak nincs ilyen megoldásunk. Ott van egy pici átmeneti, hogy ha kisebb implantokat használunk, és akkor töltünk, ha kevés zsírt is, amennyit tudunk egy vékonyabb nőről leszedni, akkor ez a, ez a kombó, kombó. Ezt úgy hívják, csak hogyha valaki a supercharged, nem 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 supercharged BBL, amikor az implantátum köré van zsírtöltve, és még ezzel vannak most a legjobb eredmények. Még mi a trend a nagy kívül? Hát most ami újdonságok vannak, vannak mindig trend, millió trend van, de a nagy része szerintem hülyeség. Az alaptrendek az, hogy kicsi or, nagy száj, nagy szem, mert mindig van, testen legyen cici, most mondom a cici popsi arány változik. Van ami ilyen dolog, amik mindig ilyen inkább divatok, mint trendek szerintem, és ezek remélhetőleg el fognak múlni, ez van ez a fogszáj, ami egy teljesen nem normális dolog, mert nem fölfele, az normális, hogyha valakinek lesült a szemületeket, fölveszük, fölfele visszük, de vannak különböző műtétek, de a fogszáj csak oldalra húzza, az egy teljesen mesterséges dolog, olyan nincs hogy egy oldalra egy kihúzva. Ráadásul a neten a általában egy egynapos képeket raknak ki, amikor még eltúlzott verzió van, és egy csomó ember most ezt akarja, csak meddivat. Mert amiről beszéltünk, hogy a menő követik egymillióan, ha ő elmegy egy török sebészhez marketingből, és ezt megcsinálják, akkor mindenki azt akarja csinálni. Mm. De hogy ez butaság szerintem. De ez például egy trend. Akkor ten, trend, ami nem tudom, hogy maradni fog -e, de szerintem örülnék, ha nem maradna. Ezt meg úgy hívják, hogy high definition liposuction. Tehát, hogy magas definíció zsírszívás. Magyarul kocka hasat szívnak. Tehát, hogy olyan mértékben leszívják már a zsírt az a rengeteg. meg a derékről. Hát, ha valakinek nem sok van, annak is neki állnak, de nem a rengetegség. A végeredmény, hogy annyira levékonyítják a bört, meg csíkokat szívnak bele, most mondom, ez megint ilyen vicces, de úgy is csinálnak, ez nem teljesen high definition lipo, de hogy a zsírba szívnak kockákat, és az ott zsír, nem izom, de hogyha így szívsz bele, meg így szívsz bele hosszába, akkor zsírból lesz a kockád. De közötte kiszívják a zsírt. Ez már vicces, igen. De hogy ez, 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 ennek a mondom úgy mondom normál része, amikor teljesen leszívják, és az izmod látszik, ezen nagyon sok baj van, ez Kolumbiába járnak magyar lányok, és aztán engem hívogatnak, hogy, hogy három hónapig nem jön helyre. Én azt gondolom, hogy ott annyira tönkretesz mindent, mert annyira le kell szívják, például a nyirok ereket teljesen szétszakítja, mert egy normál véna vagy egy normál artéria az elég erős, főleg egy artéria, az nem bántja meg az idegeket, és észrevesz, hogy tompokan ül csinálják ez csak nagyon alaposan és nagyon sokáig. De például a nyirokereket szerintem teljesen szétszedés. és ha nyirokerénk is elmegy, akkor az olyan nem olyan jó. Például ez egy típusos dolog, ez, ez, ezt, ez, ott a tanítják is, hogy ezt így, így kell csinálni, meg erről egy csomó felvétel van a neten, Mivel nem tud elmenni a nyirok, meg egy csomó folyadékot adnak be műtétnél, több hétig a lukat nem engedik benőni, és így nyomják ki a folyadékot, és ebből folyik így ki a savó, meg a éze, minden hogy ez, ez egy része. ennek a az nem lehet, hogy leszívják és úgy marad, meg mi, mi ha szívunk nem sok zért, én nem vagyok egy nagy zsírszívós, de hogyha néha kicsi zsírokat szívunk, meg hogyha mások csinálnak nagyobbakat, akkor mi bezárjuk az öltést, vagy egy picit hagyunk, hogy kicsit csordogál. Így szándékosan nyomni kell ki belőle, annyi, annyi, nyírok, meg annyi cucc van benne. Férfiak milyen gyakran keresnek meg? beavatkozások szempontjából. Nyilván egyre több férfi jön plastikai sebészetre, ez amiről beszéltünk, vagy nem tudom, hogy említettem -e már, hogy hogy azért, az, a, a, azért működik jól ez a nőknél, mert a nőknél azért természetesen hogy a szépség fontos. A férfiaknál régen ez az, nem volt. sikeres férfi nem attól volt sikeres, hogy szép volt. Ez most a világ egy picit változik, hogy a férfiak a külsőjükkel is tudnak keresni pénzt, vagy megélnek, vagy sikeresek, vagy nem tudom, mi azon kívül hogy csajoznak, de hogy emellett meg lehet belőle élni, a konditerem és társai. férfiaknál én azt tartom normálisnak, amikor tényleg van szintén egy egyértelmű deformitás, például a férfi, mint a hajbeültetés nagyon korán kopaszodik, az egy nagyon-nagyon rossz dolog lehet. Nyilván ennek is vannak határai, mert ha valakinek nincs sok saját haja, akkor nincs mit átültetni. Tehát ez egy, ez egy, ilyen dolog, erre figyelni kell. De ez egy típusos dolog, hogy ez egy férfi sztori. Van orplasztika, fülplastika férfiaknál is, de nagyon nem normális, hogy egy picit elálló fület, vagy egy picit pupos, nem tökéletes, de teljesen normális orrot meg akarunk operálni férfinál, mert annak lelki baja van, biztosan. Tehát az, hogy egy férfi órában van egy pup, Picit nagyobb a normálnál, vagy picit lók, szerintem semmi köze nincs a férfiassághoz. Mm. Nem csak szerintem, hanem biztos, hogy lelkileg így van, mondjuk ezt én át ezt is tudom érezni szerintem. Tehát valakinek más baja van, és próbál ebben menekülni, vagy ebből várni a megoldást, ami teljesen más magánélet, munka, Érdekes, bármi. A, azt mondják, a férfi csármossá is tesz, nem egy kis szépséghiba az arcon. de Tényleg lányok is, meg hölgyek is mondják, hogy minél őszebb, ráncai vannak, tehát mm. ezt a nők is így gondolják, a férfi magával van baja. Mm. De ennek ellenére a mai világban szintén gondolom filter és társai, azért az arány nő. De vannak, mondom, teljesen normális típusos dolgok, amik férfiakra is jellemzőek. Most jön már ez a botox, meg az antigén rész, és bizonyos mértékig az lehet, hogy valamennyire el akarja tartani a korát, de hogy ez, normális más, ez nem egy akkora probléma, hogy ezért, ezért Hát, a plastikát megint másokban, akinek így áll az orra, meg így áll a füle, ami nagyon durva egy férfinál, uh -huh. azok teljesen normális dolgok. Ha jól hallottam, akkor az elmúlt időszakban bejön népszerűbb az intim plastika világszinten. Ez, ez mit akar pontosan? Hát az intim plastika az az intim testrészeinknek a szépítése. E, nyilván férfiaknál ez alapvetően nagyobb jelent. Van, van a... nagyobbítás a lehetőség? igen, ez nem annyira. Tehát az, az, azt akartam most mondani még, hogy ezért ez, ez, ez elég korlátozott, és ez, erre biztos, hogy nyilván az sokkal nagyobb igény lenne, mint ami van, mert nyilván ez nagyon sok minden nem múlik, de fiatal fiúknál hormonális, ezért is sokkal többet kéne foglalkozni, hogy gyerekorvosok meg, meg ott hormonokkal fiatal fiúknál, mert utána egy olyan problémája lesz, amit effektíven nem lehet megoldani. Sajnos erre, erre, nem nagyon van jó megoldás. Ez is az én teóriám, de ez az élet ilyen de hogy, hogy, milyen érdekes, hogy a nőknél, ami ő problémájuk van, arra, arra mindenre egész jó, jó megoldás fantasztikába. Ami férfinál van uh -huh. probléma, arra nagyon nem. Tehát, hogyha kopaszodik valaki, és nem sok helye van, nem lesz megoldás. Pénisznyabítás uh -huh. nem nagyon jól működik. A nőknél például hüvely szűkítés és az ellenkezője, mert ugyanoda fogunk kiutatni, ez egy nagyon jól működő dolog. Uh -huh. Tehát a nőknél szinte minden, ez nem tudom, hogy az élet hozta így, vagy csak azért, mert azzal sokkal többet foglalkozunk, meg sokkal több ezer év óta. De hogy a férfiak is ilyen szempontból hiúak tehát valószínűleg arra is enne, de az élet az így csinálja, hogy a férfiaknál nem számítanak ezek annyira valószínűleg, kivéve mondjuk az nyilvánvalóan egy férfinál nagyon durva hogyha ennek nyilván nem a méret a lényeg, de vannak olyan dolgok, amik, amikhez nem lehet menedzselni, mikropénész, vagy vannak olyan biztos olyan dolgok, úgyhogy ott azzal például sokkal többet foglalkozni kéne a gyerekkorban, és szerintem az nincs Magyarországon, meg nem tudom, hogy máshol hogy van, hogy gyerek, gyerekorvosok ezzel ezt nagyon nézik, -e, vagy figyelik el, mert azért nyilván bizonyos kornál, mivel nincsenek szűrések Magyarországon, én szerintem iskolában is kötelező lenne. Szerintem fogászati szűrés van, de hogy pénis nincs. Az biztos. Az én szerintem sincs. Azért mondom, hogy ez, ez megint egy nem beleviszünk embereket oda, jó, ez a szülők felelőssége, úgy mondjuk, de azért az és kelletlen lenne egy gyerekkorban egy péniszűrés, hogy belegondolok a saját gyerekkoromba, hát vagy a tervezett van Még kor, amikor még <laughs> lehet, hogy nem tudja ezt, vagy el lehet viccelni, vagy nem tudom, mit lehet vele csinálni, de hogy biztos, hogy, hogy lehet, nem, mert azzal az, nem tudunk mit csinálni utána. Tehát az nem jól működik, csak uh, belementünk ebbe is, a, a férfi részébe. Ott, ami jól működik, például valakinek nagyon görbe. Tehát azok, azok, azok vannak ilyen, ilyen az, azok ott pedig egészszerűen. Az a az, az például lehet, az mondjuk ugye tartozik. De ezt inkább urológusok csinálják, nem plastikai sebészek. És akkor a, a intim plastika, úgymond a nagy része, az a női, a női sztori. Ö, nyilván itt a, itt a pornó, ami ezt úgy nagyon generálja, mert hogy, hogy azért a nők egymásét gondolom, bár a nők azok sok mindennek beszélnek, meg nézegetik egymás jobban, mint a férfiak. Tehát ott is van, de azért nagy mennyiségből, hogy kinek milyen, meg mi a normális, meg mi a szép, gondolom én a pornótól van. Ö, és ez nagyon generálja. Uh -huh. Ö, Amerikában ez, ez a leggyorsabban növekvő számú plastikai, esztétikai Tényleg, Ennyi, hogy ennyire Igen. igénybe veszik? Nem, önmagában a számol a legnagyobb, hanem a növekedése exponenciálisan nő, mm. mert hogy erre ez egy új dolog, és most van relatíve. És igény van rá, és minél többet beszélnek róla, minél többet mutogatják, azért ez ugyanúgy generálja, mint most nálunk, mi mondjuk itt tartunk a face ez ugye Magyarországon, ami egy posztkommunista ország, még ez, is, hogy ú, az arcon, még itt tartunk, ott már egy, bárkinek van, ott, ott, ott ez az, és akkor minél többet beszélünk róla. Egy ember nyilván, amiről beszélt hogy, hogy a kor egyre fiatalabban, vagy egyre ez annak a kérdés, hogy mit látunk normálisnak, vagy mit nem. Hogyha erről minden nap szembe jön a tévébe, az Instagramon egy ilyen, akkor normálisnak gondoljuk. Ha egy évbe egyet látunk, vagy tíz évbe, akkor nem gondoljuk normálisnak. Ez ennyire egyszerű. Tehát minél többet beszélünk valamiről, most nagyon eltúzom, de hogyha minden nap azt gondolnánk, látnánk, hogy nem tudom, meggyilkol mindenki valakit, akkor utána azt elfogadnánk, sajnos. Ha, ha nem látjuk, akkor az sajnos sok normális dolgot nem látunk. Ezért van az, hogy megyünk a, a, rosszba, ez is a, nekem ez ilyen elméletem, hogy a social media csak a rossz dolgok érdekesek, ezért rossz dolgokból sokkal több, ezért mindenki rossz lesz. Na ez van a plastikai sebészetben is részben. Ennek ellenére azért az intim ez egy jó dolog lehet, nyilván ott is megint a mértéke, foka ö, van. Alapvetően ez igazából két dolog, egy külső része van, ö, meg valamennyire tartozik, ezt egybe hívjuk genitális rejuvenációnak. Nyilván ez is logikusabb dolog a szülés után, akkor ott funkcionálisan nyilvánként nem nem császteremetszésre van megszülni egy gyereket, minden kitágul, minden elmegy. És azért, hogy valaki mai világban azt gondoljuk, hogy az teljesen normálisnak kell lenni, hogy valakinek nem tudom, 40-50-60 éves korában is jó szexuális élete van, azért abban abba már számít ez. Egészségügyileg is, a gát funkciót, például a hölgyeknek vizet csöpögéséhez, ezek majdnem úgy azok a műtétek, hogyha a szűkítünk rajta meg meg ezeket a, ezeket a, funkciókat nagyon közel vannak ennek a műtéti megoldása egymáshoz, tehát hogy ez funkcionális is részben. De van egy külső része, is, a fiatal lányoknál a az az, hogy a kis hajak nagyon túlságosan nagy, és akkor ezt nyilván, nyilván zavarónak lehet látni, meg az is, de ennek van egy funkcionális része is, mert becsípődhet, meg blablabla, bla, bla, minden, amit már a ruhákat hordunk, hogy, hogy, hogy abba is látszik. Tehát egy teljesen rá is dolog, hogyha egy lányattól nagyon rosszul érzi magát, főleg egy ismerkedésnél is, hogy akkor mi lesz, akkor, hogyha oda kerülünk, és akkor ettől tényleg lehetnek pszichés problémái. Akkor szofisztikáltabb dolog egy bizonyos kor után már azért nagy a kisajak, mert a nagy ajak, amiben zsír van, az atrofizál, hogy öregszünk, a zsírunk eltűnik, főleg a vékonyaknál, ezért van ott nagy töltés, és akkor belül van a hüvelypasztika. Annak is nagyon sok fajta ez jója van, meg, meg hasonló dolgok, például a gépont feltöltés, ami egy picit túl van misztifikálva. Gépont feltöltés. Igen, igen, hát hogy a gépont a szexuális központ, elméletek a hüvelyhozóknak a központja, meg arról is vitatkoznak, hogy van vagy nincs, de ezek valószínűleg van valami, de hogyha az alá töltünk zsírt vagy híran savat, akkor az jobban Azt kinyomódik, lesz, és akkor érzékenyebb is lesz. Ez egy picit szerintem nyilván egyéni különbségek vannak, de misztifikált, de például a hüvelyszűkítésnek egy elég jó dolga, vagy elég uh, jó módja, ami az enyhelyesetekben jön szóba, amikor zsírt töltünk be a hüvely nyákhártya alá, és akkor szűkebb akkor nem kell kivágni, meg semmi. Mm. És a másik az, hogy a saját zsír, amit szintén nem tudnak az emberek, a saját zsírunkban van nagyon sok őssejtünk. Plusz még egy másik dolog, amikor vérplazmát veszünk le, és a vért, ez a trakulaterápiának hívjuk egyszerűen, ez hivatalosan PRP, platelet rich plasma terápia, magyarul a, a, a van egy nagyon sok vérlemezke, a vérlemezkék ugye mit csinálnak, van a sérülés egy éren, és azt meggyógyítják, hogy ne vérezzél. Uh -huh. te van olyan, olyan faktorral, amik, amik, amik a regenerációt segítik. És ezt ki tudjuk használni például arcon is, hogyha a bőrbe adjuk, és a bőr tőle, de erre elég sok tudományos cikk is van, akár pénzbe, de főleg hüvelybe adva PRP-t, funkcionálisan jobbak lesznek, jobban élvezik a szexet, idősebb nők is, ö, nedvesednek jobban, tehát egyszerűen a nyálkártya funkciójuk jobb lesz. Tehát nem csak a szükítésről van szó, hanem a saját zsírnál az ősejteket, meg ezt a folyamatot is lehet, hogyha a nyálkártyával adjuk. Ha nyálkártyába adunk savót, vérsavunkat, a sajátunkat, ott meg, ott meg az érzést lehet növelni a vele. Szuper szex terápia. Igen, egy picit már minden <gül> nevet, <gül> igen, 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 lehet ilyen nevet adni, hogyha mindent így egybe csinálunk, akkor ilyen lehet. Tehát, hogy azért van sok rossz dolog a, a civilizációban, de azért bizonyos része jó, is, hogy eljutunk ide, hogy ezzel tudunk foglalkozni, és nem ott tartunk már, hogy akkor egy 40 éves nő húzza le minden, mert szült három gyereket, is akkor. És a női része, mivel ez mert megint mondhatjuk, hogy himzsofizmus, mert mi nem a férfit operálják, ez mint a fogamzásgátló is, tehát mert nem működik. Tehát hogy ez annyira egyszerű. A nőknél ezek jól működnek, a férfiaknál nem. nem. Tehát sajnos most előbb jut el egy pár ahhoz a ideális állapothoz jobban évezik a szexet, hogyha a nőnél tudnak hüvelyszűkítés, mint hogy a férfinál pénisz ne jobbít Szerinted mennyire kell egy plasztikai és és nem rád gondolok feltétlenül, azzal foglalkozni, hogy a saját mentális állapota milyen, milyen, szinten van. Kérdezem egyrészt a beavatkozások miatt is, mert nyilván sok olyan dolgot lát az ember, amit egy átlagember nem lát, és az megviselhető lehet. A másik az, hogy például az átalakítások miatt esetleg kialakulhat-e Isten szindróma komplex, Szindróma, igen. igen. Tehát, Péntek. hogy, hogy át, át tudsz alakítani valakit ahhoz mérten, amit megteremtett a, a, a Föld, igen. igen. Hogyha megyek hogyha hisz az igen. ember az Istenben. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez veszély veszélyt jelent? Azt érkezik Én szerintem ahhoz, hogy valakinek ilyen fokú Isten szindrómaja legyen, vagy mindenhatónak érezze magát, egyébként egy picit akiről az legején beszéltem a a tanár úr azért, akit mondtam, amikor mindenkinek neki áll, tehát olyannak is neki egy plastikai sebész, ami irreális, vagy egy sebész, nem csak egy plastikai sebész, amikor már olyan rákja van valakinek, hogy tudjuk, hogy semmi értem is a műtétnek, az egy picit hasonló. Oda el lehet jutni, de szerintem egy egészséges lelkű sebész, vagy plastikai sebész nem fog eljutni. Egy orvosnak is lehetnek pszichés problémái. Ö, nyilván a, a képzésünk után, amikor valaki kap egy diplomát, ezt nem szűrik. Kell csinálni pontokat, meg képzési pontokat, és arra kapunk engedélyt, meg egészségügyit, hogy nincsen hepatitiszünk, meg nincsen hívünk, de hogy sem mérkőzésen senki nem nézi. Még szintén nem olyan jó dolog. Nyilván vannak veszélyesebb területek, és a plastikus sebészet is ilyen szempontból veszélyesebb terület, de hogy... Ö, azért ez relatíve ritka, elmertek előfordulhat nyilvánvalóan, de valakinek ott mélyen valamit kell kompenzálni Most egy picit ezt Napóleon szindromának hívhatjuk, de én egy picit az alacsonyabb sebészeknél ezt jobban látom, ez lehet, hogy véletlen. De hogy ott van, van, belül valami, ami, 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 ami még erre rá segít. Önmagában attól, hogy plastikai sebész valaki, és operálunk, azért az én fejembe azt tudom csak mondani, hogy mi van, nem tudom máséba, de nekem ez egy nagyon úgymond technikai dolog. Nyilván az az dolog, hogy az embernek a lelkét is kell nézzük, de én, én tudom, hogy technikailag mit kell megoldani, hogy szép legyen, nem gondolom, hogy attól Isten vagyok, mert nekem ez nem egy olyan, olyan varázslás, én a technikai részét látom. Uh -huh. hogy ezt minél precízebben, minél jobban megcsináljuk, és hogy lehet megoldani. Nekem ez eszembe se jut egyébként ilyen szempontból. De el tudom képzelni, hogy akinek egyébként valamit kell kompenzálnia, annak, annak ez eszébe juthat. A másik a kérdésnek az eleje, hogy a pszichéjével burnout a leggyakoribb a, nem tudom a melyik szakma mellett még, de a sebészeknél a legnagyobb orvosoknál a burnout, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagyon nehéz el el elkerülni, főleg egy jó sebésznél, vagy akinek sok munkája van, az egyszerűen automatikusan kell legyen bőrnautot, mert nem, nem lehet megúszni, hogyha ilyen mennyiségű munkát végzel. Világ normális felén, mondjuk, mondjuk pontom konkrétan Amerikában, az orvos életi, még képzés benne van, hogy ezt hogy kell kezelni, meg mit tudsz csinálni, meg hol lehet nálunk szó, nincs róla. Mindenki magának, és nyilván egy plastikai is meg lehet csalni, lehet rossz napja, fájhat valamilyen, és ez benne van a sztoriba. De az is benne van a sztoriba, hogy egy jó plastikai sebész, talán az egyik nagyon fontos ismérve, hogy ezt minél jobban ki tudja zárni. Tehát, hogy minden nap viszonylag standarden technikailag ugyanazt csinálja meg. És lehet, hogy van nagyon jó sebész, aki, aki nagyon jól operál, de aki ezt nem tudja kizárni, az, az tud nagyon durva dolgokat is csinálni. Az fog tudni csodát is csinálni, a másiknak meg valami szörmedvét. És ez pont az ellenkező annak, amiről igazából szólnál kéne a sztorinak, hogy, hogy viszonylag standarden, De biztosan van valamennyi különbség, ugye hogy egy pilótánál is, ugye hogy egy festőnél, csak a festőnél, akkor maximum festet egy szarképet, és kidobjuk itt, itt a meg másik egy embert, ember embert. ezért, ezért, ezért sokkal a felelősség ezért nálunk, mert hogy ezeket nem biztos, hogy mindent olyan jól lehet korrigálni, és erre tudatosan nagyon-nagyon figyel az ember. Én legalábbis igyekszem arra figyelni, hogyha érzem is, hogy nekem valami nehezebb, akkor, akkor majdnem többet teszek oda, hogy azt, hogy azt az a napi pici valami, kompenzáljam azzal, de ez nem egy könnyű dolog. Kezedem van biztosítás? Ez egy azért jó dolog, mert én egy pár éve, nem pár év, 15-15 éve kitaláltam ezt, hogy akkor kössük, és akkor nyilván most nem akarok számokról beszélni, de nyilván most eltúlzom, de nem arról van szó, ha mondjuk nekem a kezem tönkre megy, akkor három forintot fizessen a biztosító. Azt a mennyiség összeget, amit én mondtam erre, arra magyar biztosítók, akiket kérdeztünk, azt mondták, hogy nem tudnak olyan összeget mondani, amit én befizetek havonta, hogy ezt ők vállalják. Uh -huh. Ez viszonylag régen volt, lehet, hogy most már lehetne, nem tudom, focisták lábára, vagy nem tudom, mire ez nagyjából az a, mondom, az a, kategória lehet, vagy külföldi biztosítónál lesz meg lehet próbálni, lehet. Én régen, régen, relatív az elég régen volt már, amikor megpróbáltam, akkor nem lehetett. Uh -huh. Szép. Hát mert azért azt is tudjuk, ez, ez, a fiatalok ezt nem fogják tudni, de hogy a rendszerváltás után itt Magyarország szerintem a biztosítási csalásoknak volt az egyik paradicsoma és nem egészségügyben, inkább autóba. Ez hmm. rendszeresen az volt, hogy hoztak trőt, autókat, lefizették a kárfelmérőt, és minden. A biztosítókat én alapvetően nem szeretem, mert igazából szerintem abból élnek, hogy amit ki kéne fizetni, ezt nem fizetik ki, mindenfajta kisbetű miatt. Indok és Igen, de azért Magyarországon nagyon durva dolgok voltak nagyon sokáig, és azért lehet, hogy az is benne van, hogy, hogy ezt nagyon nehéz kontrollálni, hogy az én kezemet szándékosan ütök rá egy kalapáccsal. Vagy, vagy, véletlenül. Hát azt hiszem, hogy szándékos az ember nem tudnak alapácsolni. Hát ha olyan éron, mennyiségű a biztosítása, akkor lehet, hogy meg lehet -e tenni. Mondjuk megunom és éppen bőrnauton van, és mondjuk mondok egy nagy számot, amit 300 millióra van biztosításom, akkor lehet, hogy eltöröm és egy évig. Meg vagyok belőle. Hát. Mondtam valamit. Ezért mondom, hogy ez nem ez a normál része, de gondolom a biztosító oldalon, ahol a kockázatokat nézik, ott ezt beleszámolják, hogy ez nagyon nehéz, mert ez nem az van, hogy egy betegség, amit nem nem rákos lesz a kezem, hanem baleset, amit, mm. amit, amit meg viszont, amit, amit lehet esetleg szándékosan előidézni. Mm. Tamás, nagyon szépen köszönöm, itt volt, és tudtunk egymással beszélgetni. Szerintem nagyon sok izgalmas részletet osztottál meg a szakmádról, és helyre tettünk néhány dolgot. Tényleg azt gondolom, hogy az első az, hogy próbálja az ember elfogadni magát, hogyha ez nem megy, és emiatt lelki traumái vannak, akkor viszont változtasson a külsején, úgy, hogy az neki jól esik. Itt van, ez nagyon fontos, és örülök, hogy elmondhattam ezt. Örülök, hogy itt voltál. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold like őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.